Ej, kamera! Ne hozz kínos helyzetbe, kamera! Gitárt akarod? Vagy ezt? Na, ej! Szóval, üdvözlök mindenki sok szeretettel! Miért nem szól ez a background music? Á, most mindjárt jó lett! Na szóval! Sziasztok, én Bálna vagyok, ez pedig itt a Csanád csütörtök. Ami csütörtökön van, és általában csanádkodni szoktunk. 7-től 9-ig, megint egy kicsit csúsztam, de majd megpróbálom kicsit tovább nyomni a streamet, hogyha a mai videók engedik. Szóval, sziasztok emberek, üdvözlök tényleg sok szeretettel mindenkit. A mai nagy streamben óriási nagy dolgok fognak történni, Kálmán válogatta a videókat, és remélhetőleg mindenki nagyon jól van, bekészítette már a forró fekete kávéját, remélem ma is rengeteget fogunk főzni ilyen fekete löttyöt. És hát boldogan evickélünk majd a kringé vizein. Holnap érkezik az új Cringebait Podcast, ez most már 100%. Fel van töltve YouTube-ra, de valamiért 100%-on még renderel vagy processzingel, remélhetőleg holnapra már engedi kitenni a cucc. És akkor meg tudjátok nézni az adást Kovács Zsoltival. Nem tudom, hogy kinek van meg videójáték Zsolti vagy Humboxing Zsolti, vele beszélgettünk, és hát elég érdekes dolgok derültek ki, és főleg a Bálint, vége felé. te súlytalan fasz vagy. Köszönöm szépen, kedves Ferivok. És senki nem fedezte még fel az új alertet. Pedig elvileg benn van már, de igazoljuk, hogy egyébként benn van, valaki lejátszhatná, és akkor meg tudnánk. Kösz szépen az 50 bites adományt, meg kedves Gigardomix, neked is a 10 bitet. Na Na szóval, akkor ez baj, köszönjük be. ez nagyon nagy baj. Gyerekek, ez iszonyat nagy baj. Na tessék, szóval. Megtörtént. Hála Istennek, köszönöm szépen Kánon gyorsan elküldtett stream előtt. Szóval, Servus Kambacsak, Drozsi, Sherski, Mr. Joe, Háregi, Zsotta, Deliver from New Delhi. Hello my friend, hello, welcome. Today we are going to watch some tutorials, so just keep watching. Forgócsúcs, szia, Pikék. Servus Britpopper, Smolesztrék a fülkékben, füzérben. Azel, Socet, Rékus 22, Checked 32, Evelyn, Sándor, Szacsicsúri, Jigger Drawings, Wilmer, David Lenart 5. Elismund, sziasztok! Szervusz, Laci 65, 584, szervusz, széndioxidra dúsított tök és hajni, szia! Hello, Sandris 08, szervusz, Kálmán uram, szervusz, Köcsög úr, szia, Flightless Bird, Pinch 02, Antal Roland, Marcikom, Kvákapitány, szervusz, haver, mi a téma? Remélem, hogy szuperül vagy, szervusz, Ibizai Porszívó, Blackstone, szegény Silló bácsi. Vele is kéne egy podcast. Majd Gerónak írok. Majd Gerónak írok. Tudom, hogy minden megígérek, de az úr, hogy a podcast vendégek azok már be vannak táblázva, és 50-nél felkészül Szabi est. Még ő se tudja lehet. Pedig ez így Szóval lesz. igen, pontosan ezt az úszítást láttam, hogy egyáltalán nem konstruktív az a kritika, hanem ez egy merőszánalom. Bizony, ma is merőszánalom ez a nem túl mérvadó kritika. Nam Speszki, köszönöm szépen az első hónapos szubot a fencákságodnak. Hello, szia, már csak 8 hónap, és belőled is elő fog bújni valaki, akire nem számít az feltétlenül. Szerusz Lángos Kenyér, szia Lilla Rácz, Szerusz Betty Bó, Fülöp Dorn FB. Aztán RX58, köszönöm szépen a második hónapodat, haver! Csá, kösz szépen, és még mindig fencák, hurrá! Szia Ferivok, Servus, Zoli Snow, Freya, Alice Moon, Tiffany, Heringleves, Gombi, Zolanna, Maya Captain, Maya Captain, Metos, Kakaós Csiga, The Mókus, Bonzu, hello, 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 hello mindenkinek! Sziasztok, szervusz, Vivikém, hello, minden rendben, remélem veled is. Gyulánk is megjött, Csongi, Bella Miau, Fornetti Check! Bárhol, bármikor, bármilyen helyzetben jól esik a Fornetti. De még milyen jó a... Fú, nyáron ettem utoljára, amikor még túlimitet hozott nekem egy zacskó barackos fornetit, azóta nem ettem. Végül tudok lenni, mert beteg vagyok, szervusz Békucika, szervusz Film Corner, Zoli Snow, The Warrior Hun. Minden Lesz egyes Watch Mojo videó? alkalommal, amit készítek, Ej, próbálok jó! tökéletesre törekedni. Köszi szépen, András Pénzes, a GIF szobot Hadó 23-nak! Na, kedves ember számodra Hadó 23? Remélem, hogy ő is örül ennek a nagy fencák tagságnak. Mindjárt elkezdjük a streamet, emberek. Szia, Rose Dragon 01! Hello, hello, hello! Arctic Symphony, szervusz, szép estét neked is! Create Podcast e-mail fiókját kikezeli, hány request érkezett az elmúlt időben ott? Rengeteg, túl sok. Bandival leszoktunk ülni, ilyen két hetente és ilyen 50 e-mailen átmegyünk. Én mindenkinek szoktam, vagy mindenkinek szoktunk válaszolni, legalábbis szerintem az emberek 95%-ának. Szerbusz Kairi, de odd.
Párnahúzat ezerrel, szia teljes kávé, hello Lord Ben, Spallen. Vasárnapi koncert, ez nagy gratulál, nagyon te mentél, hiszen nélküled a mai AVS ellen ugyanaz, hisz mégiscsak elég hosszú ideig tart, és srácokkal zenéltél. Nem tudom, mi ellene nélkülem, de való igaz, hogy az első albumon, meg az első, igazából a második LP-n, én is, második LP készítésében én is részt vettem. És hát az nagyon rég volt már, valljuk be. Egyébként kaptam most az előbb egy ilyen gyönyörű téli fagyit. Nagyon retro dolog, szóval aki még nem múlt el, nem tudom, 20 éves, az lehet, hogy nem tudja, mi ez. Ez bár, a téli fagyi. Te súlytalan fasz vagy. Mondjuk ez még szüleim korszakában is szerintem retrónak számított. Köszi, húgyos zacskó. Szóval ezt fogjuk kenni az első videóhoz, ami nem más, mint Benedek Nagynak, Nagy Beni Povának, Alkodózás és kóstolgatás Dubajban cím videója. Megint Dubajban vagyunk, bazeg. Megint a világ leggazdagabb földjén vagyunk. Vagy országában. Úgyhogy... Fú, de jó videó lesz, biztos vagyok benne. Aztán Kresszernek látogatunk el az ágya alá. Elrejtőztem az ágya alá szinte egy egész napra. Tehát igazából már szerintem ő se tud semmit se kitalálni, szóval most már az ágya alá fog bújni 24 óráig. De az a vicces, hogy azt írta, hogy szinte egy egész napra. Miért nem azt írja, hogy 24 óráig az ágy alatt éltem? Nem meri bevállalni ezt a fajta clickbaitet? A Kresszerrel is érdekes dolgokat lehetne beszélgetni. Őt még soha nem hívtuk el. De lehetséges, hogy mivel olyan annyira brutál dolgokat nem fogalmaztunk meg róla a bandival, lehetséges, hogy eljönne. Az eredeti téli fagyin nem volt ilyen szép sötét csoki máz. Hát ez lehet, hogy nem annyira eredeti. Ezután a trió Barney, Török Ábel és Eric Etner legolcsóbb autóját fogjuk megnézni. Biztos király lesz. Majd egy VR unboxing, szóval végre előkerült indiai bálna is, hála Istennek, meghajlítja a lövést Nerf Rival Curve Test. És a legvégén pedig Sipi Vallad Dezső Bencével. Szerintem azt kell várni a legjobban. Úgyhogy induljunk is meg. Ezzel a fantasztikus videóval indítjuk meg a ma estét, és mindenkinek jó szurkolást kívánok, meg jó kávézgatást. Na menjen! Te vett tej! De kurva finom ez a cucc. Na, majdnem minden sarkolát venni téli fagyit már több évtizede. Én legalább 15 éve nem ettem. Nem hazudok. Na. Várjál. Ja, most nem akarok csúnyát mondani, majdnem mondtam. Halad. Ez lenne az izgalmas bevezető? Az első 5 másodperc, amitől be kéne pisilnem az izgalomtól? Rendben. A Watch Mojo-s videót, The Warrior Hun, nem tudom, ezt te nagyon ajánlod nekünk. Nem tudom, Kálmán, te mit gondolsz erről az ötletről? Na szépséges, jó napot kívánok mindenkinek itt a legnagyobb városból, Dubajból. Itt van velünk Mátyásunk, a legnagyobb Big Femes. Nem vágom ezt a Mátyást, de azt láttam, hogy valami face team-ben van. Nem tudom, ilyen YouTube csatorna és ilyen... Nem tudom, ilyen Yamakasizók, vagy ilyen extrém sportolók, ezek a srácok. Csatlakoztam én is a Povákhoz. A lényeg az, hogy most Matyival adódott nekünk egy szabad délelőttünk, és hát... Anyukám, egy fencák volt. Nego ho! Második hónap, köszönöm szépen, haver! Adjönik a téli fagyimból, de nem tudok olyan messzire elnyúlni. Van is túl prolinak tartotta, szóval szerintem nope. Oké, hát akkor ugorjuk sajnos. Töltsük valahogy hasznosan, bemegyünk a városi bazárba, piacra, boltokba. Ez kurva izgalmasan hangzik. Abszolút. És veszünk egymásnak 5 különböző terméket, amit ki kell próbálnunk. Ez a koncepció. Alkodozás Dubajban. Nem tudom, hogy ez jól lesz lefilmezve, meg be lesz mutatva valamilyen szinten a... Ez a hangulat, az atmoszféra, ami ott fel lehető csak Dubajban, akkor elképzelhető, hogy az első szórakoztató és érdekes, és nem dögunalmas Benny Pova videót fogom megnézni életemben. Tudom, hogy Benedek nagy, de nekem mindig Pova marad, mert én Pova szív, Pova lélek, Pova leszek, amíg élek. Amerikában volt egy ilyen, de ott egy kínai sztorba mentünk be, ahol undorító dolgokat vettünk, amíg nem lehet az ibetűre kattintva meg tudod nézni, és hát ez ennek lesz körülbelül a testvére. A lényeg az, hogy legyünk valamennyire jó fejek egymással, és egy jót rakjunk be legalább, és 4 különlegességet. Most mondtam, minden országban lesz egy ilyened, oké? Okay? Nézd! Srácokon látszik, hogy nem túl izgatottak. Ilyen üveges tekintete van bennének is, mennek előre. Nem tudom, hogy mit kéne igazából itt éreznünk az első 1 percben. Fel van vezetve a sztori, de az izgalom az még mindig a nullával konvergál. Egyelőre lehet, hogy csak elbeszélgetnek itt nagy keményen a srácok, de tudjuk, miről fog szólni a videó. Jó, bal, shit. Hello, megkeressük a boltot, és aztán... Hát nagyon rövid, de nem túl értékeltő válóképek után.
visszatérünk az autóba, és akkor keressük a boltokat. Jelentkezünk. Dír! Az nagyon jól nézett oda ki. Oda néz! Egy újabb MOL. Reméljük, hogy innen nem fognak kitiltani. Ez egy... Egy újabb MOL. Benzinkút? Vagy miért mondod? Nem olyan MOL, haj majd... Kihez angolul volt, MOL. Na itt vagyunk egy szupermarketben, és nekem kicsit nehezebb dolgom van, mert azért Matyi már elég sok helyen járt, és sok mindent próbált, meg kóstolt. Hát próbálunk valami helyi különlegességet. Például a barillás tészta. Az helyi különlegesség tudni. Találni. Tevetej. Van egy lalánk, ez egy... Snack kóstolós videó. Én is azt csinálom, tudom. Csak én nem mondtam el azon kívül, hogy jó íze van, valójában mi van a száma, hogy mit érzek. Nem is érdekel szerintem senki. Bemenni egy szupermarketbe, egy másik országba, kóstolgatni kajákat, ennél ízibb koncepció szerintem nem is létezik. Kösz szépen! Ilyen halas chips, már láttam otthon is, bár nem a lalát, és már nagyon régóta érdekelt engem is, hogy amúgy... Nagyon jó lesz megtudnunk, hogy neked ízlik-e a lala chips, mert abszolút át fogjuk érezni. Nagyon... Nagyon átélhető lesz, reméljük ez a kalan. Milyen íze van, és nem tudom, hogy Matyi hogy áll a halakhoz, de ez lesz az első, ez még mondhatni, ez nem is annyira vészes. Próbálok rámenni az arab különlegességekre. De miért ez szupermarket? Na, én ezt mondtam, hogyha a videó elején azt látnánk, hogy elmennek egy ilyen bazárba, amit ígértek, és ott megvesznek mindenfajta trutyit, amitől valószínűleg rosszul lesznek, ételmégezést kapnak, vagy esetleg, nem tudom, kanyarót, akkor azt úgy izgalmasabbnak tűnt volna. Számomra úgy vezetik föl, de mivel az elején megtudtuk, hogy Benny hányt egyet a sivatagban, ezért gondolom, hogy valami rosszat is fognak próbálni, de lehet, hogy csak rájátszott az egészre. Őszintén szólva, én nem erre számítottam, de hát nem lepődtem meg. Rendben van. Akkor ez a legautentikusabb szupermarket remélem Dubajban. Azt sem tudom, hogy itt vannak itt ilyen bazárszerű dolgok, ilyen, hát ahol nincsen mondjuk mobil fizetés, meg ilyenek. Azért is választottam bele ezt. Ez láma gyümölcs. És ez pedig, csak hogy valami egészségeset is vigyük be, reméljük, hogy tényleg egészséges, ez... Na ez baj, ez nagyon nagy baj. Gyerekek, ez iszonyat nagy baj. Iszonyat nagy baj, az biztos. Vörös banán. Elég bizarr baba reggelit találtam, amit egy ilyen kis szütyőből kell így kiszívni. Elég kilátás. Idáig eszméletlen, sokkolóan jó az a videó, tényleg. Srácok, én ilyen videót szerintem még az idén nem láttam. Annyira izgalmas, hogy mindjárt eltöröm a fejemen, a homlokomon ezt az egeret. Drága volt, de emiatt a videómat nem sajnálom eltörni a fejemen. Mert ezt a másik egeret fogom eltörni, mert ez kisebb, könnyebben elroppan a homlokomon. De tényleg nem sok kell már ahhoz, hogy felálljak és kiüvöltsek az ablakon, hogy ennyire jót én még soha nem láttam. Mindenfajta irónia nélkül. Ez egy nagyon jó videó, srácok. Szóval igen. Pontosan ezt az uszítást láttam, hogy pontosan egyáltalán ez nem konstruktív az nem a konstruktív. Kritika, hanem... Ez egy merő szánalom. Merő, így van, Csillsz, egyetértünk, mindannyian veled. És utána vesznek olyan dolgokat, amiket itthon is megkapni. Let's go! Választék számomra ilyen különlegességekből, úgyhogy lehet, hogy azokat valahol máshol fogjuk beszerezni. Feljöttünk a dubai éjszakába, a dubai bazársorba, a legvégébe a marinának. Az a baj, hogy kicsit elkéstünk, és emiatt már kezdenek ezt zárni, ami azért jó, mert így jobb alkupozícióba kerülünk. Jó lenne valami kaját. Mondjuk erre gondoltam én is, csak nem sötétben, amikor nagyon szar minőségű felvételeket lehet csinálni ilyen vlog kamerával, hanem mondjuk nappal, amikor ezt meg lehetett volna oldani. Milyen egered van? Ez szép fekete. Hát azért jöttünk, még ahhoz, hogy durvább legyen a kajaszette, ahhoz még egy pár dolgot illene beszereznünk. Yes, guys, make video here. Come here, you can buy it for a very cheap one, okay? I will give it to you for half a dollar and it will be very good. Thank you, man, thanks. We need food, thank you. We are Hungarian guys and we need food. Yes. Viktor Orbán. Tudni kell, yes. Hogy itt rengeteg nagy márka van, de tényleg az össz... Rengeteg nagy márka. Ott áll melletted Mr. Márka. Rolex, Gucci. Meg Bolex, meg Pucci. Adidas, csak mindegyikben van valami kis csavar. Van például az Adidasban két csík van, a Rolex... Kamu, I see. Lili, király vagy, köszönöm szépen a második hónapos. Amit készítek, szubcsit. Tökéletesre törekedni. Jaj, már Arctic Symphony. Úgy érzed, hogy a srácok a tökéletesre törekedtek? Vagy netán iróniát kell érezni ebben a Sound Alertben?
Márka Csabi nincs ott? Jó reggelt, Márka Csabi. Mai napon legszomorúbb pontja, hogy nincs még fenn a Cringeway csatornán az új heti kringés. Hát, az lehet, hogy nem is lesz fenn ezen a héten, mert nem csináltuk meg. Egyelőre. Flexben az X az inkább Y, szóval, hogy igazán speckó emberek azok ilyet vesznek. Igen, tehát, hogy be different, és itt kell vásárolni. Be different. Én azt nem értem, hogy miért nem lelkesednek a srácok? Miért olyan, mintha fáradtak lennének ahhoz is, hogy videózzanak? Egyébként minek keretein belül? Emiatt a videó miatt utaztak ki vajon? Nagy volt a költsége akkor ennek a videónak, ehhez a 24.533 megtekintéshez így egy nap alatt. Mégis ez nem olyan rossz eredmény. Annyira, hát nem tudom. Beni, kajáért jön. Ez egy tökéletes videó, igen. Hibát még nem találtunk benne. Egy darabot sem. Nem baj, kell egy szett. Ja, értem. Üzünk gúnyt valamilyen más kultúrának a népviseletéből, vagy öltözködési hagyományaiból, ez következik most. Megpróbáljuk a legaljáról kezdeni az alkudozást. Azt mondták, hogy 20%-nál kell kezdeni. 5:30 coming, but you give me 450 for all. Oh, other shop it was 100. 100 in the other yes, shop. 100, but depend of quality. Feel this quality? This polyester. Okay, I give you this old, but this is also good one. 300 for all. No, we don't have that much money. 50. This is our last day. Give me 150, okay? We don't have. We only have 50 for this because we have to go home. For you, no problem. Give me 100, no problem. And we only have 50 for this. Okay, 80 darab, no problem. Okay. 80. Belemegyünk? 70. 70. Na, ők legalább nem olyan balfaszok, mint a pamkutyáik, akikre rásoztak minden szart. Nekik legalább van eszük alkudozni. Ez tetszett ez a rész, ez jó volt. Nem, nincs jól felvéve, de ez autentikusságban, ez 10/10. Ez most nem ironikusan tetszett ez a rész. Mumbai-ban, hogy alkudna? Ah, you are going to give me your wallet and I'm going to take your car, just swipe it across this, you know, the terminal and you are going to love it. You are going to be very happy with this purchase because you will have no money left on your bank account, on your balance, but you will be very happy with this product. You can take it home, you can give it to your kid, you can give it to your entire family and they will be very rich after they are going to see you and leave you forever. Yes. Yeah. 4.50-ről indulva 15%-os áron hoztuk el, azaz 70-ért. Tehát akkora kamusok ezek a bazárosok. Remélem, hogy nem vágját. I would like to have two of this. Kaptak aprót? Kaptak aprót, mert azt gondolták, hogy koldusok? Vagy ez mi volt? Nem értettem. Na. Nem csak visszajárom a tuti. 160 forint volt. Ha megvagyunk, akkor mind a kettőnek 5 peret. Igen. Ezek az első ajándékaink egymásnak. Mi ez? Mi ez? Az jó dolog, de ez mi? De ez mi? Ez úgy néz ki, mint valami rákos rák. Oké, nagyon frappáns volt. Valószínűleg jobb eszembe sütött volna nekem sem, mint egy rákos rák. 10 perc elmentem, és erre a csodálatos elkészített műalkotás érek vissza, mert megtekintjük a Trading Level 100 nagy benedeket. Hát az a rész, az teljesen rendben volt. El is kapott tőle. De mi? Ez most viccen kívül? Mekkora arcokat látunk most itt, arcoskodni az arcokkal. Nagyon jó arcok. Figyelj, ez hús nem fog tenni, mert... Ez édes. 70 lett végül. És meg savanyú szósz, és halál amúgy. Halál vár rád. Ez krumpli? Ehető, csak érzem, hogy halál. Hogy halál. Na mindegy, menjünk is a következő. Na, ez szórakoztató volt, fiúk. Igazából a videónak azt az egy percét belúpoltátok volna, azon többet szórakozunk, de biztos fenn van TikTokon is. Azt a részt töltsétek fel, az egész szórakoztató volt. Igen, inkább nézzük, remélem a többi jó lesz. Kiveszi őket? Biztos valamelyik árus. Na lehörpintjük ezt a borzadalmat, egy kis normális kaj. Borzadalmat? Ez olyan szomorú, ez is olyan durva. Elmesélek egy sztorit, hogy én hogyan kaptam egy ilyen kulturális sokkot egyszer, amikor még csak egy ilyen pár hónapja laktam Tajvanon, a lakótársam, vagy szobatársam kollégiumban egy havai, amerikai srác, akinek a egyik ágon kínaiak voltak a szülei. Te súlytalan fasz vagy. Pont most, jazz banjo. Most mi rosszat mondtam? Na, szóval figyeljetek. A lényeg az, hogy elmentünk kajálni az ő barátaival egy olyan étterembe, ahol
Hát semmi olyat nem láttam, amit korábban láttam volna életemben. És végül elmagyarázták, hogy ilyen különleges módon elkészített disznóbelet eszünk. És hát nyilván vágtam a pofákat, megmondtam, hogy rossz ez a kaja, és nem ízlik. Miközben két helyi is ott volt, meg az én haverom, akinek a barátai voltak. Utána elmondta, hogy ez nagyon kedves csáva volt, iszonyat jó fej volt, és nem küldött el az anyámba, meg nem baszott le, csak elmondta finoman, hogy ez így nem volt túl szép tőlem, hogy ezt így, hogy mondjam, így adtam a tudtukra, hogy ez nekem nem tetszett. Mondhattam volna azt, hogy nem kérem, vagy ilyesmi, de én inkább hát fújogtam meg undorodtam a dologtól, és hát egy kicsit talán túlzásba is vittem. És később egy csomószor eszembe jutott az életem során, amikor valami újat kóstoltam meg, valami olyasmit kaptam, ami valaki számára meg finom, meg érdekes, meg fontos volt, és be tudtam építeni az életembe azt, hogy ezt ne reflexből úgy reagáljon, hogy mi ez a szar, hanem hogy megkóstolom, és ha tényleg nagyon nem ízlik, akkor azt mondom, hogy érdekes volt, köszönöm, többet nem kérek, de köszi, hogy megmutattad. Vagy valami ilyesmit. És ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogy ne a Benny példáját kövesse, hogy mondjuk publikusan, nyilvánosan azt mondja valamire, hogy na mi ez a szart, amit kaptunk, ezt most így... Na dobjuk. Ez baj, ez nagyon nagy baj. Gyerekek, ez iszonyat nagy baj. Így van, ez iszonyat nagy baj. Szevusz Pána, mikor ezt YouTube-on tartalom? Nem tudom, haver, nem tudom, boldikám. Na mindegy, ezt akartam elmondani. Tajával, és holnap reggel indulunk a sivatagba, hogy megkóstoljuk a többit. Teremjünk ott! If you won't give it to me, I'ma take it. Benny, mekkora sivatagi sólyom lett azt a 700-án. Ha látod a Béza háttérből, itt van jobb oldalt, félre van rakva, bocs. Reggel 5 óra 20 van. A saját mörcsömbe száguldozom a sivatagban. Én vagyok Big Benny, a Big Fan, a saját magam legbigebb fanja. Láthatjuk a dubai napkártét. Kell ennél több? Nem megy a homokba a gépezet, kicsit elakadt, úgyhogy sajnos nem tudunk bemenni odáig, pedig jó lenne, de itt ez a tipik hóátfúvás, homokátfúvásos út, és mennyire királyi nézni. Hát a romfelvételek, az egy, volt egy pár, ami jó volt, de most például ez nem annyira szép. A fene tudja. Kinek esztétikai gyönyörű ez, mondjuk a zenével ezt a ilyen trappes, hip-hopos vonalat megragadni. Nem tudom. Az összes ilyen videóban, ilyen Benny vlog van, talán ez egyébként egy jobb, mint amiket szoktunk látni. De én azt érzem, hogy nem egy egészet alkot, hanem inkább ilyen szeretvedet. Nekem legalábbis. Így hangulatilag, hogy ilyen össze-vissza, csak össze vannak vágva azok a jelenetek, amiket egyébként felvettek. Tehát nem alkot egy egészet, de ez csak az én véleményem. Yeah, I'm really, really tired of being patient. Yeah, if you won't give it to me, I'ma take it. Hogyha egész nap ilyen idő lenne, az valahogy meg tudnám szokni, mert körülbelül most 31-2 fok van, és most először nincs melegem Dubajba. Nem láttunk olyan táblát, hogy nem lehet bejönni, de nem nagyon lehet bejönni. Hello, pupu tevék! Na hát mi is lehetne autentikusabb Dubajba, mint egy sivatagi, kóstolós videó? Hát... Na, szép. Díszpintyek. A másik srác az nem vállalta be. Úgy érzem, hogy neki az önérzete egy kicsit más helyen van, mint Beninek, de ő a show kedvéért, a povák kedvéért bevállalta ezt a snack kóstolást itt a sivatagban, homokdűnéken. Nem tudom. Fura ez. Kicsit az cseng vissza, mint ami a cringebaitnek az intrójában van, nem tudom, vágjátok-e. Amikor a Barney meg kikóstol valamit? Barney meg a Henry kóstolnak valami kaját. Tudom, az ilyen videókból miért kell több, de mindegy, hát más nem tudtak kitalálni. Reméljük, hogy egy buckalakót, skorpiót meg kígyó sem fogunk megzavarni. Egyébként mászkáltak, látszik a nyomuk. Vannak nagyon ijesztő lábnyomok. Ennél romantikusabb vacsorát nem találhattál volna kinek. Reggel köszönöm van. Szépen. Ez a reggelink lesz. Csávó, Matyi jobban elfáradt tegnap, mint a Benny. Benny tudja, hogy milyen napszak van éppen. Most reggeli van, nem vacsora, haver, jó? Akármennyire is rövid a gatyád. Hát akkor kipróbáltunk már egyet, akkor fennként... Ő romantikázni akart volna. Az tegnap este kellett volna ott a bazárban. Még négy. Igen. Mivel készültél? Hát először is nagyon fontos a hidratálás a sivatagból, úgyhogy először iszunk. Oké. Ezt mondom egyébként. Ez itt a Lala fajta halchips. Halchipset ettél már, hogy nem egy nagy izé. Tehát otthon is. Nem, de ez nagyon jól néz ki. Akkor én egy chipszel kezdek, te viszont egy Láma nevű, ezt is a neve miatt választottam.
gyümölcsel, ami még... amúgy szerintem ilyen naspolya vagy likvat. Van benne valami magféleség is, azt elvileg nem szabad megenni, mert mérgező. Finom, hideg, friss. Nyomjad. Thank you. Pont így kell egy chipset kinyitni, nem? Hát itt a srácok nyugatról gyűjtek, nem tudják, hogyan kell a chipset kinyitni. Hát figyelj, úgy kell, hogy tapsolsz neki egy párat, és akkor egy idő után feladj, és azt mondja, hogy ó, ne tapsolj, kinyílok inkább. Jaj, podcast után mi a vélemény, hogy a Lucky Roll összességében milyen kép alakult ki benned? Hát... nem tudom. Lucky nem egy nagyon beszédes ember. Nagyjából ez a kép alakult ki bennem vele kapcsolatban. Előtte, utána se tudtunk annyira olyan sokat beszélgetni, hogy azt éreztem volna, hogy ő nagyon meg tud nyílni. Lehetséges, hogy ő sokkal több mindent tud, mint amit valójában elmondott nekünk. Nem ismerik az igazi debreceni csirtítási technikát? Az inkább chips fogyasztás, mondjuk a nyitással is kapcsolatos, igen, de azt jobb, ha nem mutatjuk meg. Arctic Symphony, mi a betyár, minden van veled? Ismét egy ötös subgiftelés. Arctic Symphony. Kicsapta bazd meg az ötöst. Köszönöm szépen, vagy köszönjük szépen az első fokozatú nagy subgift csomagot. Te fiú, te fickó. Figyelj, kéne egy olyat csinálni, hogyha jön 5 subgift, akkor nyomok valamit. Esküszöm, most már lassan tényleg már beérik, mert minden alkalommal van valamilyen dolog. Unalmas Benny nem ilyen volt. Mr. Joe, te vagy az igaz. Te vagy az igaz ember, mert te régóta követed a srácot, és elhiszem neked. Én annyira nem. Mindjárt ilyen hal egy chipszel a kezében. Szervusz, Bruti! Nem, de most megmutatja nekünk a frankot, hogy a hal chipszet, az úgy kell kinyitni, hogy széttöröd az acskót. Így becsüli meg az ajándékomat. De olyan, mint a sárga barát. De azért csak a tetején tépte ketté. Oké, hát ez annyira izgalmas, hogy nem tudok hova lenni, mert... Ne, tényleg, azt sem tudom, hol üljek a székem az izgalomtól. Halszal? Ez ilyen Balatonnál, amikor a hack sütés után kidobták a maradékot, és... Igen, már. Uh-huh. Finnyogjunk, utálkozzunk, és mondjuk csúnya dolgokat egy más kultúrába származó ételről, amit az emberek... Nem tudom. Nem tudom, miért esznek, hogyha ilyen szar, nem? Hát, hogy miért van a boltban, hogyha biztos a rossz. A jó ég tudja, nyilván valami reakciót ki kell váltaniuk, vagy ki kell váltani belőlük, vagy a kajáknak, és nem mondhatják azt, hogy ez semmilyen, vagy ez számomra neutrális illatú, de nekem nem tetszik az, hogyha valaki így öklendezik, vagy fújog valami olyan dologra, amit más kultúrákban megszeretnek. A 200. hal sült benne, és akkor meg sárga barack, egy mérgező maggal, amit likvidálunk. Majd megeszik a... Gyerekkoromban nekem is azt mondták, hogy cián van benne, aztán mégis megettük a magját, aztán mégis életbe vagyok. A sivatagi csigák. Egyébként, ha kiszárítják, akkor nem is olyan rossz az a mag. Vagy én tudom rosszul. Most mire kéne számítani, tűzijátékra? Vagy hogy megjelenik mellettetek egy gin? Vagy mégis mire kéne számítanunk, hogy belekóstoltak egy sárga barackba? Bro, de eskü, tényleg? Ne, a külső jel mérgező, a magot kell megenni. I see what you did there, my friend, I see what you did there, bro, okay? I am not a fool, okay? I know how to eat apricot, okay? When I was younger, I ate so many of it, this is why my brain is so smart that I know how to eat it, yes. Ez jó, azt el tudnám rákcsinálni, ha mondjuk itt lennék a sivatagban. Te meg? De te nem kapsz, nem lennél itt egy hétig. Az energiák, hogy felszabadulnak, nem? Látszik, hogy mind a két csávó annyira perzsöl, olyan sziporkázó személyisége van megáldva, és itt a sivatag teljes mértékben feltüzeli őket. Hát sajnos pont nem. Sós chipse. Erre a videóra összegyűlik 20 000 like, akkor a következőnek, amikor a Benny jön Dubajba, nem fog. Akkor egy éjszakát eltölt a sivatagba, és csak ilyeneket fog zabálni. Ez se fog senkit se érdekelni, vagy nem sok embert. Jó. Benny Grills! Na, mindjárt lesz az a 20 000 like, segítsünk be! Hopp! Következő az... Síí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 í Mi? Vörös banán, de valószínűleg banán íze van, úgyhogy maradjunk a gyümölcsöknél, én meg datóját hoztam neked. Hát ez óriási. Banánt és datóját esznek, srácok. Extrém terror. Mindjárt berakok valami technót, mert én megunom az anyám. De nem is simán. Szóval igen, pontosan ezt az uszítást láttam, hogy egyáltalán nem konstruktív az a kritika, hanem ez egy merő szánalom. Ez a bána nem konstruktív, ez egy szánalmas ember. Miket beszél? Amit készítek, próbálok a tökéletesre törekedni. A jó öreg tökéletesség is itt van velünk. És még a Avada Kedavra is. Na gyere! Gyere, Ábel! Szép!
töltve mindenféle földi jóval, például fogalmam sincs mi ez zöld és fura sárgával. Shrek. Egy nagyon sárga, sima banánban. Igen, ezt többen is sejtettük. Én a mandulásat lehet, hogy nem. Szeretném, mert van egy kiskutyám, aki mandulás. De nem már az a leg... Nem. Azt kell. Nem, a sárgásat kell. Nem, de a sárgás... Én azt szántam neked. Szia. Durva, hogy már most eljött nálad a muzsikai, de hát én most nagyon, nagyon érzem, mindjárt rátaposok a gombra hajni. Esküszöm. Szia. Végig akarom ezt nézni? Hát már mindjárt végénél vagyunk. Már csak azt várom, hogy Benny mikor fogja elhányni magát. Láttam az videó elejében, hogy itt valami fog történni a sivatagban, és hát már feszülten várom. Széttépáz az idegeimet, ököllel ver az izzadság, és még mindig nem történt meg. Hú, ez nagyon dagad banán, és alig lehet így elvágni. Ezek a kommentek, kommentárok. Tudj, csak már ízlepont ugyan. Te súlytalan fasz vagy. Köszi, Dontem, szeretlek. Jó, édes. 7/4-et adok. Én meg addig előkészítem neked a következőt, képzeljétek el, az a nagy szerencsénk adódott itt kora reggel, hogy egy teve csorda haladt el mellettünk, és én odaszaladtam a pásztorukhoz, hogy csinálnánk egy ilyen videót, és erre mondtam... Na ez baj, ez nagyon nagy baj. Gyerekek, ez iszonyat nagy baj. Nagy baj, mert nincs vége a videónak. Pedig máskor hiába nyűgök a zenéért, most én bírom jobban, hát én most... Nem az, hogy nem bírom, de tényleg katarzisban vagyok, ez a legjobb videó, amit láttam az évben. Bonyolult állat. De én megfejtem. Úgyhogy hoztam neked, nem tudom, hogy van ilyen, tevetej. Miért ne lenne tevetej? Aztán be is csomagoltam. Ez a banához jó, sér. Ez nekik a búbjukból jön ki? Abba tej van, vagy víz? Honnan jön a tej? Én is neked egy ilyen hasonló folyadékos állagú dolgot hoztam, pépes babakaja, amiben az a különleges, hogy ez egy rizs és egy hús, de folyadékban. Hát amúgy erre ráébeztem, mert imádom a babakajákat. Mikor kiúzták a bölcsességfogalmat, alig tudtam leállni a babakajákról, hát a fiatal, hogy már tudtam rágni. Akkor lesz egy jó ez köröd hát, neked is. Ez valószínűleg az, ami nálunk a kis ilyen üvegkonzervben van. Hát, valamiért azt érzem, hogy ez ilyen kecsketej, szerűs. Hú, ez túl erős ez a videó, mondom. Ajajajajajaj. Gyerünk. Tuti jó. 100% friss. Úristen, mi fog történni, srácok? Mi fog most történni? Megkóstolja a tevetejet. Ez nagyon fura egyébként. Hú, bászom. De hogy bána, Benny nem vesz észre, hogy már nem annyian nézik, mint régen. Szerintem észreveszi, de nem igazán zavarja. Most fura, hogy nem volt szponzor, de... Hogy kerültek ide Dubajba egyébként? Hogy kerültek ide? Jó videó lett ismét. Aha. Go talk to 20,000 like. Yes. Rég volt Vidi, nem gondolod, Benny? Fú, adok egy nagy like-ot erre. Öcsém. Hát jó. Azért tartogatom inkább a zenés dolgokat. De most már látni akarom, mitől fut el? Semmitől? De itt, figyelj. Éj, anyám fia vagyok, köszönöm szépen a 100 darab itet. Pupjából, gyere le, jó Isten. Nem lehetne, hogy ezek is ott maradnak a sivatagban örökre? Nem, az a baj, hogy nem. Ilyen nem lehet. Ilyen verzió nincs. Oké, nézzük a nagy hányós reflexet, gag reflexet. Ez durvább lesz, mint a Deep Throat, haver! Szia, bán, utolok akartam én, hogy fasza volt a live-es koncertek. Kösz szépen, a Máté Ion a 100 darab itet neked is. Hát figyelj, én mindent megtettem, hogy ott rendben legyenek a dolgok. És hát köszi, hogy ha ott voltál, vagy hogyha nézted, meg mindenki nevében is. Csak olyan szaga van. Ez finom. Omlik. Fúj! Szőrös! Te megeszed tényleg. Ja, a szem, vagy here? Szét kell roppantani. Nem megy át a rostá. Hát ennyi. Ficsúrnak milyen izé káka bele van, nem megy le rajta a kaja, nem megy le rajta a jó kecske szar, vagy nem tudom mi volt ez, most már meg is nézem. Erre... Ez tök karok, csípősen. Ez ilyen polip karok. Polip karok. Hát az biztos, hogy kegyetlenül ehetetlen dolog lehet. Oké. Okay. Második videónk, Kresszer erejtőzött az ágy alá. Egy egész napra. Szinte egy egész napra. Mit szóltok? Bétulba Google fej, 1000 éve nem láttalak, haver. Mi a téma veled? Még mindig? Világít a fejed a live-ban, haver.
szőrös akár csak egy pénisz. Főleg a vége volt szőrös, mint egy pénisznek. Azt a kurva. Na jó, hát menjen. A mai videóban be fogok költözni ide, az ágy alá. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Érzitek azért a zenét, ezt a lüktető energiát? Hogyha Kresszel szeme nem lüktet, akkor legalább a zene lüktessen. Egész délutánra, sőt lehet, hogy estére. Az is lehet, hogy több mint 24 óráig itt... Úristen, de hype, gyerekek! Pog! Pogú! Lehet, hogy egész estére az ágy alatt fog aludni, vagy ágy alatt fog lenni. Mit csináljak? Hova legyek? Kéne egy cintányér, amit néha tudok így csapkodni az örömömben. Kresszernek az egyetlen videója, amit nem bírtam nézni, az iskolázaklatás volt. Ja, megbírtál nézni? Ez nem egy bizarr ételek Andrew Zimmerrel, nem. Fogok ülni, mert hogy Messi hamarosan érkezik. Úristen, Messi meg fog érkezni! Messi meg fog érkezni! Úristen, Kresszer, komolyan gondoltad te ezt? Mi van, ha Messi megjön? Haza, és az a brilliáns ötletem támad, hogy megpróbálok a lehető legtovább észrevétlenül elbújni ide. Hát nem remek ötlet? Fogalmam s... De, remek ötlet. Tényleg az. 7 évesen nem jutott ilyen eszembe, ennek a pucuja is szőrös? Már a pucuja is szőrös? Nem biztos, lehet, hogy Kresszer pucu nélkül született. Ezt még nem tudhatjuk. Tudomány nem bizonyította be. Honnan jönnek ezek viszont, aki fel van nyilatkozva, az tudja, hogy itt nincs megállás. Nincs megállás? Az a baj, nem lehet mindenre technót nyomni, gyerekek. Néha szenvedni is kell, néha kringézni is kell egy kicsit. Mit akartam mondani? Az a baj Kresszerrel, az én véleményem szerint, hogy vannak ezek a bizarr ötletek, amikre biztos sokan rákattintanak, meg ő nagyon megpróbálja megvágni a videókat. Hát nem tudom, mert ő vlogokat csinál, tehát ő ritkán megy bele nagy gameplayekbe. Nem tudom, lehet, hogy van gameplay csatornája neki is. Olyan üres? Igen, ezt akartam mondani, hogy... hát, de most ez is nagyon szubjektív az, hogy kinek... Most hogy lehetne vérig sérteni Kresszert? Hogy tessék, itt van 200 forint, vegyél belőle személyiséget? Vagy mi? Ja, tehát ennél szubjektív nem lehet semmi, hogy én a személyiségére mondom azt, a videós személyiségére, hogy szerintem nem történik általában semmi így bennem, vele kapcsolatban. Nem érzem azt, hogy jól lehetne rajta szórakozni, cringe-elni ez meg az, mint mondjuk az Alex Csigérni vagy Török Ábelni, hogy azt érzem, hogy úristen, karakter az ember, csak nekem nagyon kínos nézni. Köszönöm, nem kínos nézni, egyszerűen csak van, nézzük, mindig valami nagyon crazy, extrém ötlet. Hát egyébként meg tudjuk azt vizslatni gyorsan, hogy hány ilyen videó lehet a YouTube-on. Lehet, hogy nincs is, lehet, hogy a pionírja ennek az ágy alatt alvásnak, oké. Okay. Under the bed for 24 hours. Oké, okay, let's see. Aha, itt van egy. Kimegy utoljára el az ágy alól, 24 óráig a szekrényembe. Oké. Okay. Ágy alatt. Oké, okay, ez semmi. Aha. Hát, figyeljetek, van sok ilyen videó, nem biztos, hogy a Kresszer az lopta. Oké, okay, de. She had no idea. Nézzük, ez hogy kezdődik. Vajon ugyanúgy kezdődik? Hey Amir, I have a quick question for you. Hey, what would you do if I slept under your bed? Ó, valaki ágy aludt. Na, az már sokkal szexi, mint hogyha csak egy ágy alatt alszol, vagy ágy alatt vagy. Ó, no, nem tudom, micsoda? Nem tudom leutánozni nálam, nem lehet az ágy alá bújni. Milyen szomik lehetnek azok a gyerekek, akik ugyanolyan ágyal rendelkeznek, mint én. Nekem se lehet sajnos az ágyam alá bújni. Vagy hát nagyon-nagyon neccesen. Mondjuk, hogyha a fejed az egy ilyen macskáé kávé. Viszont körülbelül egy óra múlva érkezik a... A te személyiségfejlődéshez nem kell, hogy hozzájáruljon. Lehet csak szimplán szórakoztató, elfelejted a bánatodat és egy mosoly csal az arcodra. Nem tudom, mekkora mosoly lesz a videó vége felé. 12 percet tuti nem bírunk, de azért nézzük. Meg kell rendezzük ezt úgy, hogy a lehető legtovább kibírja. Telefon, laptop. Mert most gondoljatok bele, hogy mi a lótúrot lehet csinálni az ágy alatt. Tehát nem elég, hogy kényelmetlen, de még unatkozni is fogok. Pisilnem kell, vagy esetleg jön a bal... Katéter, haver, fölcsatolsz egy felnőtt pelenkát, meg lehet ezt már oldani, 21. században. Van, nem tudom, mit fog csinálni, de ki tudja, hogy egyáltalán meddig fogok ott maradni, úgyhogy nem vesz észre. Kresszermen az ágy alatt. Pár alap nasi. Sőt, ha azt hinnétek, hogy azért vettem fekete pólót, hogy ne látszódjon, milyen koszos lesz, mert nem takarítottam ki. Nem azért. Na jó, talán egy picit. Azért azt megfigyeltitek, hogy... Ez valami lökedék poén volt? Kresszi. Ezt nem értettük. Elég sokáig be lehet látni az ágy alá. Viszont mivel sötét színű pólóba vagyok, ezért több mint valószínű, hogy így nem vesz észre. És nem. Kétszázikú? Ez nem ilyen egyszerű, mert tudjátok, Csongi ne...
Imádom, ahogy tekergeted a kamerát, Kresszer. Ez nagyon jó. Az Elek Robinál is nagyon sok ilyet szoktam látni. Hát kb. Minden igazi vloggernél, Visperton is nagyon jól csinálja. Ez biztos vagyok benne, hogy ez valami inspirációba jött, de hát miért ne tehetné? Digitalizumolni úgyis sokkal kevésbé lehet jól, úgyhogy maradjon akkor ez a kézi tekerés. Sosem jön össze semmi elsőre. Ha be akarok férni, ez most ilyen csongi point of view, ennél tovább nem férek be. Beakadt a pöcörő. Nem fér be. Szegény csongi. Csongi! Férjen be a kukid! Fejed úgyis befér utána. Kiszínálszett 6 éve? Dehogyis. És ez nem azért van, mert nagy a fa... Hanem a mellkasom is magasabb, mint az ágy. És elvágta ott a mondat végét. Érzitek? Ez egy szexuális utalás volt. Szóval itt vannak ezek a súlyzók, és... Nem fér be a farkam! Ez a baj! Ott a megoldás. Ide is... De a súlyzókkal majd megoldjuk. Betesszük. Oké, stabil. Micsoda 200 IQ, és ezek ugye mindig itt van. Ájjájjáj. 300 darab beat! Jó! Fülkékben, füzérben, köszönöm szépen! Hogyha ilyenkor utána írsz valami szöveget, azt nagyon szívesen felolvasom. De, hogyha nem volt mondani való, csak azt akartad kifejezni, hogy ne nézzük ezt a videót, mert nem akarod megtudni, hogy Kresszer hogyan töltött el majdnem egy egész estét az ágy alatt, akkor értem a célzást. Vannak, úgyhogy nem fog feltűnni. Hát viszont ez a része, ez nem tudom, mit aki... Ó, megvan váltok, van itt egy táskája. Viszonylag sok hely van az ágy és az íróasztal között, nem? Itt azért jó hátra lehet gurulni. Azt a kurva, de be van szorítva. Te jó. Kérem, hogy nem akar jógázni az ágyon, vagy nem lesz földrengés, mert akkor szerintem ez az utolsó videóm. Sőt, ezt lehet nem is fogjátok látni. Szóval nagyon jó hír. Fura, hogy ezt rátolja ezt a, nem tudom, 5-ös, 6-os exposure-t ilyenkor. Tehát kivilágítsa saját magát, de minek? Miért? De az, hogyha ezt látjátok, nyomjatok egy lájkot, annál több az esélye, hogy Csongit nem lapítják ki. Ez még bejön valakinek, szóval hogy ezért... Igen, pontosan ezt az uszítást láttam, hogy egyáltalán nem konstruktív az a kritika, hanem... Na nem már, Zoli! Dehogy is, ez konstruktív kritika volt. Nyomok meg mindjárt egy lájkot, nézzük, milyen konstruktív vagyok. Tessék, kibasztam a like gombonak. De jó, ki... 300 ezeren megnézték ezt? Csongit, egy lángelme vagy? Micsoda indexkép. Ide jön! Várjatok, megcsinálom ilyen csongisan. Ide jön! Na, tessék, bemutattam. Bár, elrontottam itt minden. Te súlytalan fasz vagy. Na már, Mr. Joe. Tessék, a súlytalan faszkodás. Hova vezet? Gyerekek, milyen ötletem támad, ezt figyeljétek! Szóval Messi megvart valamit ezzel a múltkor, és... Várjátok egy pillanatra. Tök. Mondjuk például ez ott látjátok, el van törve, végig van repedve. Antiszponzor? Vagy minek számít az, ha eltörök egy ilyen poharat? Bra. Ha mondjuk ide rakjuk, akkor az teljesen úgy tűnik, mintha ott hagytuk volna éjszaka. Ott nem fog látszani, én meg meghúzom, és azzal jönni fog. Nagyon be fog szarni, basszus, nagyon várom. Plusz, ha esetleg megtalál, akkor adok neki egy ilyen csokit vigasztaláskép. Ugye milyen jó fej vagyok? Nem vagyok jó fej. Na mindegy. Igyekezz. Ez a szegény Messi. Milyen rossz lehet egy pranksterrel élni, egy ekkora nagy csibésszel élni együtt. Folyamatosan... Lábújegyen kell járkálni a lakásba, hogy ne legyen megprenkelve. Szomorú. Nem kell, mert ha Messi belép az ajtón, nem vehet észre, mert akkor elbuktam az egész ötletet. Hisz a jövőben valószínűleg szám. Kreatív, csak én nem tudom. Én nem látok ebbe sok gyönyört. Így a lelkemnek annyira nem pozitív ez a ágyalat levő ilyen dobbiskodás. Valóságos kópia az emberünk? Bizony, nem kell kapitány. Ezt a mesit sem értem, hogy egy gyereket akar, vagy egy értelmes férfit. De ez csak a videós Kresszer, a való életben Kresszer, nem tudom, hogy hívják, Csaba mondjuk, vagy nem tudom, Csongor, Csongi, bocsánat, tényleg. Szóval a való életben Csongi, ő egy sex machine, és amúgy jó fej, meg kedves is, na. Hát azért itt nem valami... Na, így már befér a kokk is. Ez a hely, de hát mit vártál, Csongi? Nem kell felporszívozni. Jó ez így hajni, jó ez így. Szívni kell a port is, attól olyan autentik. Csongor nem pranker, de Kresszer igen. Na, Geri érti a poént. Pontosan, érted? Tehát Geri nem esik ki a szerepből, ő is tudja, hogy ez így működik. Amúgy csá. Gyágy alatt vagy. Ezt a videót sem csinálom meg. Amit készítek, próbálok a tökéletesre törekedni. Akkor porszívózni is kéne. Az biztos. Not bad, haver. Szólt az órám, hogy megvan a mai napi edzésem, hát köszi. Na, itt azért már sokkal nagyobb biztonságban érzem. Most jött rá Csongi, hogy ez egy brilliáns ötlet volt.
ezt a videót meg fogják nézni 300 000-en, 3 napon belül, és igaza lett Csonginak. Egy igazi zsonglőr a haver. Plusz, hogyha a őrület. Felén alszik az ágynak, mert ugye én nem leszek itthon, akkor legalább nem fog fejbe nyomni. Ha ez sikerül, skacok, akkor azt kell mondani, hogy... Hát akkor tiéd a Nobel-díj, meg az Oscar is, meg a Grammy is, havi. Egyszerre mind a három. Ez a világ egyik legjobb ötlete, de az ott az első kamera, amivel kezdtem a videózást. Ő is nagyon jól tudja, hogy az már egy fél éve ott porosodik. Oh, működik! Voilà, kész is van. Na gyorsan leellenőrzöm azt, hogy minden megvan. Ja, otthon vagyok. Úristen, most mi lesz? Most mit csinálok? Haza fog jönni a barátnőm, akivel nem tudnám megbeszélni, hogy csak fékből ijedjen meg azt csinálja a videó, amit én mondok. Na ez baj, ez nagyon nagy baj. Gyerekek, ez iszonyat nagy baj. Nagyon nagy baj lesz, ez egy zseniális intermezzo volt. Negelhol, köszönöm szépen a Sound Alertet, mert ez jól jött ki. Basszus, ha tudtam volna, hogy ezzel szerezhetek ennyi pénzt és nézettséget, na ugye Vivi, akkor te is ágy alatt bujkálnál. Nonyi! Jaj, még kaptunk egy bevágást is. Aj, de jó volt. Ez ilyen magnifik, Kresszer. Te azt mondtad, hogy csinálunk valamit szere, és hogy jöjjek előbb. Gratulálok, Csogi. Hogy felejthetted ezt el? Retrospekt. Elfelejtettem. És most mi lesz? Pánik. Pánikroham. Jó, igen, tényleg. Elfelejtettem, most nem elfelejtettem, csak közben Adrián írta egy órával ezelőtt, hogy valami van az autójában, úgyhogy elléptem érte. Elfelejtettem, basszus. Ó, baszki. Na, tessék. True boyfriend. Na, ilyen boyfriend kinek kell, mi? Lehet, hogy sex machine, de mindent elfelejt. Nagy gondok vannak itt. Micsoda gitár szóló. Bekötöttem a poharat, meg még egy-két kisebb dolgot. Kisebb. Szóval nyomás az ágy alá. Ki tudja meddig. Gyerekek, el nem tudom mondani. Nem az ágy alatt kéne lenned? Most már Csongi. Mi van, hogy bármelyik pillanatban betoppanhat Mesi? Hogy mennyire izgulok. Úristen, én is annyira izgulok. Fú, fejebb kéne nyomnom a ventilátort, mert patakzik rólam az izzadság. Jó recsek, baszki. Hogy fogok én kajálni? Meg büdös is van, de nem. Miért kéne kajálnod? Tudom miért. Lehet, oda szartam az éjjel. Most már csak várunk. Azt hiszem, hogy hallom a rácsot. Na várjatok, lehet, hogy jön. De izgis. Hi. Hát semmit, beszéltünk Csongival, mert elkezdett csináljunk valami programot. Eljön. Úristen, betekintést nyerhetünk Csongi magánéletébe, még ezt is látjuk, még ezt is halljuk. Úgyhogy 300 000 megnézték, akkor 300 000 forintot keresett vele. Nem, ez nem ilyen egyszerű, ez nem is így működik. Ez a megtekintés hosszától számít, ez a reklámok mennyiségétől. Miért van a másik csávajával beszél? Na, az lett volna a True Spice, de szerintem azt nem hagyta volna benne a videóban, mert akkor leégett volna Csong, és nem lett volna, nem egy lángelmeként, lángelme minőségben jelent volna meg a videójában, szóval ilyet nem fogunk látni, Geri pedig király lenne. Azért én még fizetnék is, bár nem kár örömből mondom ezt, meg nem akarom, hogy így legyen, de hát azt is bejátszhatnák, simán el lehetne színészkedni, de úgy látszik, hogy ilyen mélységekben nem merészkednek. És én sehol. Itt eszembe jutott, hogy oké, Csongi, nagyon okos vagy, kitaláltad, hogy a haverjaiddal vagy, de az autód ott áll a lakás előtt egy pár méterrel. És nem jöttek el, érted, a haverjaid? Vagy nem mentél gyalog, vagy busszal? Mert nem mert busszal nem. Az derogál neked mi, hogy átlagpolgárként viselkedj? Mert ha most felhívom Adriánt, és még együtt vannak, akkor meg cringe. Figyeltem, hogy Insta-sztoriba kiraktam, hogy vezetek valahova, tehát... Két személyes házi bulit csapunk, mindegy, akkor várok egy órát, aztán másnán felhívom. Szegény Mesi. Micsoda egy szomorú élet lehet. Órákat vár Kresszere, miközben alatta nyomja a videót. Aztán majd különösen adom a drótot, milyen helyzet. Egyébként azt tetszett, Kresszere, az pozitív, hogy feliratozva van, amit valaki mond.
hogy jobban lehessen érteni. Amalapból értjük, de az, hogy feliratozod, attól egy kicsit színesebb lesz a videó. Hív a princesz. Ó, na vajon most mi lesz? Ezen a felvételen, ahogy ledobja a telefonját, látszik, hogy hát egy kicsit ideges Csongira. Meggálás nélkül hívott, írt. Nyuszkóm. Hát ez inkább cringe nekem. Princesz és nyuszkó beszélgen. Hát látod. Valószínűleg ez már nem kínos senkinek. Amit csak lehet. Szóval igen, pontosan ezt az uszítást láttam, hogy egyáltalán nem konstruktív hát ez az van. A kritika, ez hanem van, bizony. Ez egy merő szánalom. Merő szánalom ez a kritika. Kritika. És filmet fog nézni. Trónok harcát? ...2021-ben, na jó. Megmondtam a filmét. Boom, bam! Erbencés cuccok, mindenféle trutymog, genyók, kakik, pukik, nunik, minden ami jó. Az ugye az volt az erbencés hang. Nagyon fáj mindenem, meg szomjas vagyok. Másfél literes vizet vettem, ami nagyon nagy baj. Nem tudom, hogy akartam ezt itt meginni. Messi ugye sorozatot néz, úgyhogy addig lehet, hogy ki tudnék bújni legalább egy picit. Mondjuk az király a real time-ban látja, hogy a csaja mit csinál. Kresszes szerintem átlépett Gollamba. Már rég, már órák óta ott van. Nem fogja meghallani a vizeckét! Kinyitom a vizeckét és beleszörcölök a vízbe! A Messi meg kinézi a szorozatait! Vizecke, finom víz! Na így ad már! Hello! Aj. És igen, sikerült innod. Semmi nem történt, sikerült innod, úristen. Baszki, mint hogyha Survivor-t néznék, ami ugyanúgy kamu. Igaz, az normál helyzetben nem kéne ne... Na, mint az egy sorozat, na mindegy. Ez legyen, de jobb szfélyagban vagy, mint maga Kresszer. Ennél nagyobb kínszenvedés még egy ivás nekem sose volt. És itt most nem alkoholra gondolok. Kevesebb az esély, hogy észrevesz, mert nem tudja felkapcsolni a villanyt. Messi még nem tanulta meg, hogy kell felkapcsolni. Az esernyőt is azért adom oda neki, hogy egyszer megtanulja, hogy van rajta egy gomb. Tudja, sötétben nincs, hogy észrevegyen, viszont sötétben minden egyes fény, például a telefon, laptop, az ugye nagyon fényes, szóval nem nagyon használható. Állandóan ivogat, meg ír, értékben víz. Ez a csaj, ez... Hát ez durva. Azt se tudom, mit kezdjek magammal. Te se vagy itt. Mennyi idő meg tudunk beszélni? Vagy legalább mennyi idő meg nem fogsz vezetni? Vagy hova vezetsz? Erdélybe mész? Mert ennyi idő alatt Kecskeméten lennék. Meg se nézed. Fú. Hát nem tudom. Nem tudom, mit gondoljak, hogy ez egy fake prank lenne? Vagy ez szerintetek teljesen normális, hogy valaki ennyit irogat? Mármint, hogy ha látja, úgyis válaszol az elsőre is, nem? Minek irogatni még 100 000 kérdést? Megörülnék, ha az uram így irogatna. Szerintem mindenki megörülne, mert is senki nem irogat. Maxim az eszelősek. Anyám fia vagyok, köszönöm szépen a 100 000 bitet. Én azt adtam volna, neki fog masztizni fölött az ágyon. Hát, az nem fért volna bele ebbe a PC videóba, Havi. Te persze, ha folyadékot iszol, annak valahol ki is kell jönnie. Na igen. Oh, no. Megvan a következő baj. Találjátok ki, hogy mi az. Ha jól hallom, akkor most pont filmet néz. Nagyon hall. És nyilván a barátnője, mit sem törődve azzal, hogy a csávó eltűnt, senki nem tudja, hol van, nem veszi fel a telefonját, de kicsöng. Jó, hát akkor nézzünk még sorozatokat, hát ha majd egyszer felbukkan. Nem tudom, hány óra teltett el meg, hogy ez tényleg el kéne hinnem, hogy ez így van, de akkor tegyük fel, hogy elhisszük. Szóval az XB! Vártad már ezt a részt? Milyen részt? Amikor be fog pisálni, Rose Dragon? Akkor kimenjek, pisilek nagyon halkan, azt nem tudom, hogy kell, és visszajövök, de ez már nagyon-nagyon-nagyon veszélyes, és tényleg nem akarok lebukni, mert szenvedési tűn, és ha már lekerültem ide is... Hát akkor bírjad, baszki, te találtad ki! Ja? Haha. Lehet, hogy egy bilit kellett volna bekészíteni, de én mondtam a katétert meg a férfi pelenkát is. Csongi nem gondolta ezt el? Sikerült, akkor szeretném, hogy legalább késő estig is sikerül. Csongiba felmerült, hogy Kresszernek pisilnie kell, így is van? Ezt sem fogom tudni húzni. Mi a f***?
Az a baj, nem akarom elhinni, hogy ez igaz. De hogyha igaz lenne, akkor... Hát az úgy nem bad, de olyan óvodás fasság ez az egész. Annyira sok ilyen pranket láttam 2013-14-15-ben, amikor egymást prankelik a párok. Na ez például... baj, ez nagyon nagy baj. Gyerekek, ez iszonyat nagy baj. Ez is nagy baj. Láttam például egy olyat, amiben eljátsza azt a csávó, hogy amikor a csaj bejön a lakásba, kiugrik az ablakon. De úgy ugrik ki az ablakon, hogy nyilván alatta ugrik egy ilyen valamilyen cuszba bele, berántják az alsó erkéről, és kin meg az utcán ott van egy ilyen szétplaccsant valami, és kinéz a csaj, és látja, hogy meghalt a csaj. Tehát, hogy ilyen mélységek is el lehet menni, ez azért egy fokkal aranyosabb. Ez mi a édes Istenem? A jó, ha most meg tudnám mutatni a vérnyomásomat. Most mi történt? Most mi történt? Valaki érti, mi történt? Most... Ben volt a WC-ben és bejött a csaj zuhanyozni, ő meg már megint az ágy alatt van? Visszafutott, vagy mi? Ajjajjajjajjaj, húgyozott és nem muszta le... Várjál, nem értem. Várjál. Meglátotta a filmet, látom. Ez mi a édes Istenem? A jó, ha most megtudnám. Mi a fasz nézünk? Hát a fasz nézzük valószínűleg, csak nem látszik. Csak kezet mosott a csaj. Bétorok ugli fejük össze szépen az 50 darab csíriót. Másomat. Végül is csak egy okos óra van rajtad, ami mutatja, de semmi baj. És amikor azt hittem, hogy elmegy fürödni, na mit csinált? Kiült a fürdő elé írogatni. Ezt nem hiszem el. Hát rendben ma kell kaját. Kettő, meg hogyha amúgy nem akar semmit csinálni, akkor annyit is írhattál van, mert most mi a szart csináljak? Mindegy. A fürdésről röviden annyit szeretnék, hogy nagyon nem volt rövid. Sőt, szerintem több, mint egy óra. Annyit akartam mondani, hogy nem tudom, mikor fog megtalálni, ha egyáltalán megtalálni. Nagyon fájnak a csontjai, teljesen kivonpulva a üzeneteket írogat meg. Ez a kamera mindjárt lemerül, és lenne hozzá vaksim, csak az kint. Ez nem zseniális. Ez... Opa. Zseniális, brilliáns ideig a narratíva. Hát most már muszáj megnézni, mi fog történni. Ez jobb, mint egy átlagos, mondjuk elekrobi videó, szóval húha, hiha. Nem abba, hogyha meddig lefekszik, nem talál meg, és amikor elaludt, akkor kimenjek a pluszak sírt. Nagyon ritkán mondok olyat az életben, hogy unatkozok. De ez nem unatkozás, ez szenvedés. És csak telt az idő, és telt, és nem történt semmi. Minden egyes tartalommal, amit készítek, próbálok a tökéletes... Yes, man! Na történjen már valami! Már esz minket a fájdalom, meg az izgulás egyszerre. Az pedig nagyon rossz kombó. Na most! Döm-dö-döm! Lefeküdt aludni, én meg imádkoztam, hogy ne csúszson ki egyik súly se az ágy alól, mert akkor kilapít. Aztán hirtelen érkezett egy hívás Adriántól, ugye akivel azt hazudtam, hogy kint vagyok. Nem olvasom fel, mert hosszú lenne, de röviden tömören egyébként ilyenek a legjobb barátok, tehát már azelőtt falasztak nekem, mint hogy bármit mondtam volna. És amiután meg leírtam, hogy mi a helyzet, egyébként csak röhögtek egy nagyot rajta, de... tulajdonképpen megnyugtatták Mesit, hogy velük vagyok, úgyhogy megvártam, hogy elaludjon és jöhetett a cérnaráncigálás, azaz a pohár leverés. És minden tökéletesen bejött neki. Hát nem tudom, nem akarom a barátnőjének az elméjét kétségbe vonni, de hát persze biztos nem gondolt rá, hogy miért van az ágy lába a súlyokon? Miért sokkal magasabb, mint szokott lenni? És vajon mi lehet az ágy alatt? De hát ez van. Úgy tűnik, ezt kell elhinni. Nyilván először egy kicsi dologgal kezdtem a távirányítóval, hogy lássuk, hogy egyáltalán mit szól, ha az leesik. Amúgy eskü büszke vagyok rá, tehát az első dolog, amire gondolt, az az, hogy inkább bezárja az ajtót. Milyen köcsög vagyok. És jöhetett a pohár, ami most nem tudom mekkorát fog csattanni, de mindjárt kiderül. Ez sokkal parább ez a rész, főleg, hogy így felkapcsolva semmilyen villany, szerencsétlen csaj. Nem akarom eljönni, hogy ez tényleg true. Hallod? Hogy ezt megcsinálja mondjuk vele heti szinten. Remélem ez fake, mert nagyon freak. Hát nem tudom.
közületek, hogyha valaki ezt megcsinálná a barátnével vagy barátjával, azt mennyi ideig lenne ott utána? Nem fog, hogy eltűnik valaki, és akkor már egyből falaznak, hogy velünk van igaz. Nem tudom, de nyilván ez már így a... Hát figyelj, mindent a nézettségért. Mindent. Nem törött el. Nem merek kikenni az ágyból, nagyon fura. Szeri, valami nem jó. De miért hívogatja, hogyha soha nem válaszolt még egyszer sem, hogy válaszolt neki, csak nem hívta vissza? Vagy mi a túró? Tehát, hogy miért nem hívja fel az anyját, vagy valakit? Miért nem megy el onnan? Ezek után nem tudom, hogy hogyan. Te súlytalan fasz. Ja, rendben, oké. Az biztos, de hát attól függetlenül mit nézünk? De elemem, én a helyében lehet, hogy nem tudtam volna, viszont sikerült neki, sőt, még nekem is, igaz, hogy egy fél óra órára, és azt hiszem, hogy a gerincem a talpamba áll, de sikerült. És show is still going on. Azt, hogy ilyen után olyat leverne nekem, hogy darabig nem is tudnék kijönni magamtól az ágyalól. Szóval nem hagyna el, úgy gondolod. Az én a laptop fényes világítani az ágyaló, főleg, hogy fényes a padló is. Mit mondjak erre? Még mindig ott tartok, hogy én nem fogom ezt elhinni, hogy ez így van. Én nem akarom elhinni. Hallottál Nikkádó, avokádó ügyről? Csáó, annyira elhízott, hogy halászélén van. Nem tudom, ez most hogy jön ide. Látná a cérnákat, persze, amikor fölkapja, akkor nyilván oda menne az ágy alá a cérnát vezetve, de hát mit mondjak én erre? What can I say for this thing, huh? Nagyon jól esik, igen. De hideg van, mondjuk ez az egy jó benne, hogy ugye a kis szobába be van csukva az ablak, szóval nem hallhatja, hogy beszélek. Az biztos, hogy holnap úgy fog fájni mindenem, hogy megőrülök, és épp ezért gondolkozok azon, hogy most mi van? Most mit csinálok? Az biztos, hogy elmenjek pisilni, mert mindjárt be visszafeküd. De ennyi erővel tényleg lehetett volna a szekrényben is. Vagy bárhol, nem kellett az ágy alatt lennie. Ez volt benne a pláne? Szerintem azért nincsen értelme, mert tulajdonképpen saját magamat szivatom. Úgy is alszik, úgy se tud róla. Úgy csinálok, mintha most jöttem volna. Persze a kamerát nem viszem, hanem ide kirakom és rejtett kamerából majd felveszik, hogy mi van. Úgy fog csinálni, mintha most jött volna. Hello. Elaludtál? Igen, meg kérdeztem, hogy nem jöttél vissza. Nem csak járom. Hát el kellett vinni, akkor elkísér. De egyszer nem válaszolt, vagy nem válaszolt neki, vagy válaszolt neki, nem. Az a baj, hogy valahol elvesztem a sztoriban, hogy ezt a valóságot nem tudtam nem követni. Nem hiszem, Adrián, te saját autómmal, és most értem. Csak jó, hogy tudni, mert hát akkor nem jöttem volna. Ne haragudj. Mi van ez a pohára föl? Nem tudom, írtam le. Ne haragudj. Ennyivel el van intézve. Alright, I guess. Jó, hát vezettem, ne haragudj. Őszinte leszek, nem mertem elmondani, úgyhogy inkább úgy döntöttem, hogy majd ha esetleg megnézi a videót, akkor kiderül, és itt Instagramon talán kirakom sztori. És akkor most mindenki megy ezerrel az Instagramra. Nice, not bad, very nice trick, my friend. Milyen jó már, hogy konkrétan fenn van a videó, hogy mekkora a mugéjába. Ha elkapom, remélem nem fogja megnézni ezt a videót. Viszont köszönöm szépen, megnéztétek ilyet. Hát ez a vége az nagyon gyenge lett. Amennyire nagyon itt izgultam közben, meg mit tudom én, és ennyi, és akkor majd menjetek az Instagramra, és akkor ott majd meg fogjátok tudni. Oh, Jesus. Hát figyelj, voltak benne érdekes részek, alapvetően a koncepció az nagyon fura volt, a megvalósításban tetszett egy-két dolog, de hát nekem full kamunak tűnt. Szerintem ezt nem csinálnád meg a barátnőd, de senkivel. Nem tudom, túl. Meg az, hogy érted, nem szart össze magát, hogy minden lepotyogott teljesen magától a polcról, vagy a szekrénytetőről, vagy akárhonnan. I don't trust this shit, oké? Szerintem fake. Úristen, és megérkeztünk. Barni új videójához. 5. a trendingben. Na ez is mindjárt eléri a 10 milliárdos nézettséget. Megvettük a legolcsóbb autót az országban. Very nice van. És hárman vették meg, nem egyedül. Micsoda az index? Na ez baj. Ez nagyon nagy baj. Gyerekek, ez iszonyat nagy baj. Tetszik ez a fej. Ez bizony, ez nagy baj, Zenó. Ez nagyon iszonyat nagy baj lesz. De hát meg fogjuk tekinteni. Úgyhogy here we fucking go. Hoppá! Azt a mindenit. Szép jó reggelt, srácok, sziasztok!
Este van, Varnén, este nézem ezt a videót, nekem nem mondjad, hogy jó reggelt. Rég reggeliztem már. Tök, remélem, minden oké, és veletek. Vicces vlognak nézünk elébe. Ugyanis én viszonylag rendszeresen szoktam például nézni. Ugyanis. A kiadó lakásokat Pesten, az eladó lakások. Valami történt a fókusszal, meg hát nem besütött a fény. Szerintem Barni is észrevette. Mindegy. Én nem tudom, hogy régebben több időt fektetett az ilyenekre? Tehát, hogy profiban megcsinálja? Olyan fura, olyan nem konzisztens nekem. Persze most itt mondhatom, hogy én mit szidom, vagy mit úcsárolom, vagy mit véleményezem a Barnét, hogy én nem csinálok vlogokat. De hát bármilyen tartom, amit felteszünk, szerintem ott legalább a fókusz megvan, meg nagyjából a fények, de mindegy, ez most egy ilyen külcsíny. Ettől még a videó lehet jó. Illetve ugyanez van a kocsiknál is. És pontosan innen jött a mai videónak az ötlete. Arra gondoltam, hogy ma megvesszük a használt autón a legolcsóbb autót a srácokkal. Mondjuk ők ezt még nem tudják. Óriási ötlet. Szóval miénk lesz igazán? A kocsik, igen. A lakátyok, meg a kocsik is. Az országban. Ott, az új Huawei? Az az új Huawei lesz? A leges legolcsóbb autó, ami csak létezik. Gyors összepakolom a cuccaimat, mert találkozok a srácokkal a podcast stúdióban, és hát kiválasztjuk, hogy melyik autó legyen. Nem akarok spoilerezni, de hamaros. Nem spoilerezni, nem akarsz fókuszálni. Egyébként beérik ez a videó is, ami lassan fél éve készül. Na menjünk! Ja, az a videó is. I see. A plant beéri. Kötelező bírollok, mágóképek. Csőtes! Szevasz, tesikém! Hogy vagy, tesó? Nem tudjuk még, mi lesz a mai videó. Tetszeni fog. Szerintem tetszeni fog. Reméljük, hogy sikerülni is fog. Óriási lesz, tesó! De ez mi? Mi az, hogy... Tetszeni fog. Na, lássuk. A mai nap folyamán meg fogjuk venni a legolcsóbb használt autót Magyarországon. Jó! Jó! Apacuka, de adom! Azt a mindenit, pater! Ez nagyon jó! Ez kurva jó! És mit csinál? És hogy ez a legerszegen van a vállalat? Nem, megnéztem, hogy hol van a öt legolcsóbb, és mind Pest környékén van. Nyomjuk! Viszont, ez nagyon viszont van olyan, ami nem működik. Hú. Vételár, hát beírom, hogy... Mondjuk 60-ig, az a max. 60 ezeren költem. 10 darab van. Renault Clio, ezek ilyen törtek, nem? De várjál, ebből sok nem működik, szóval nincsen benne katalizátor. Az motor nélkül 25 kell. Motor nélkül. Na nézzük meg. Motorja kiváló, váltója pontos. Azt az állat! Opel, a végén még megtartod ilyen rally autónak. 60 ezer fontja mellett autót venni. Hosszas böngészés út. Hát bizony, Teslát nem. De Opel Corsa, na az bizony igen. Második van az indi akcentusod, utána az ábeles. Utána úgy döntöttünk, hogy kiválasztunk. Ők így hárman együtt sem túl okosak? Folytassa, Pisti! Figyelj, én sose tennék ilyen offenzív megjegyzést. Ez már tényleg nagyon személyeskedő volt. Ugyan kérlek. Autót, és ideje volt felhívni a tulajokat. Jó napot kívánok a... Még azt is halljuk, hogy a tulajt felhívják. Na nézzük, milyen kocsikat tudtunk venni. Az eladó Skoda favorit. A kedvencem a Skoda favorit. Elfáradtam, hogy... Utána érdeklődnék, hogy meg... Alex, ki csinált? Még megvan, már elvileg négyre jönni ezt a valaki. Működik-e? Működik-e? Eladó, az én tulajdonom, teljes egész az autó, forgalmi törzske, minden van, műszaki már szuper. Nincs, két éve áll. Működik, szóval vezethető? Hát... Hogyha nincs műszaki, akkor nem vezetheted, Barni, ez ilyen egyszerű. Hát így ebben a formában szerintem nem. De beindulsz, szóval, hogyha mondjuk ki tudnék állni onnan a helyéről? Talán. Én úgy árulom, hogy inkább nem, mint igen. Aha, jó, rendben, köszönjük. Akkor mégse. Mindkét autó, amit felhívtunk, már sajnos elkelt, úgyhogy már csak egy maradt. Hát, hogy csak három után lehet őt hívni, nem, mert dolgozik. Nem, csak nem. Hát ott van egy érdeklődő. Fú, öcsém. Ugyanazt érzem, mint mindig. Egekben a púzusom. 200-at veri. Fucking nice. Most ez komoly nem kis szemeköpése, hogy az alsóbb társadalmi rétegeknek, hogy ezek a pénzes prolik itt ezen vélognak, hogy megvesznek valami szart és kihajtják a belét. Hát figyelj, Krunyec. Krunyec, mit mondjak erre? Ők szerintem
majd biztos felajánlják valami alapítványnak a végén, vagy tovább értékesítik, nem tudom, de szerintem az már nem ebbe a videóba lesz, az már nem, itt nem ehhez tartozik. Nyilván morális talajokon, ezt így végig gondolva, sokszor látjuk azt, hogy ez nem feltétlenül helyes. Hát az előző videóban is, amikor a benyáék kóstolgattak, ott is azt gondoltam, hogy nem túl helyes. Szerintem ők nem ebbe vannak. Ők úgy vannak kezdve, hogy ez egy kurva jó videóötlet, amit nagyon sokan meg fognak majd nézni, bekül a trendingbe, és lám-lám igazuk lett, a többi az már mind részletkérdés. Visszaadják nekik, nagyszerű. Hát akkor látod, jó fejek ezek a srácok. Ne, hát hogyha oda van írva, hogy érdekes. Trió emotokat? Nem, nem. Három után akkor... Ez a dó. Még mindig nem láttam egyetlen Trió podcastot se. Egyszer majd nem tudom, tervezünk utazni október végén, és akkor az egy ilyen 3-4-5 órás út lesz, na akkor meghallgatok egy Triót, mit szóltok? Hotel Korza. Ja, meg megyek Horvátországba is, úgyhogy majd akkor meghallgatok egy Triót. Utána érdeklődnék, hogy megvan-e még. Üdvözlöm, igen, még aktuális. Igen, az autó... És közben jegyzetelek. ...üzemképes, állt az autó 13 évet. Egy autószerelő barátomtól vettem, szintén én is autószerelőnek tanulok. Uh-huh. Jó, akkor ma elmennénk érte, hogyha egy címet kapnánk. Óriási szerencsénk volt, ugyanis aki eladta a kocsit, megengedte, hogy letesztelhessük pár órán keresztül az ő saját területükön. Ez azért volt fontos, hogy ne csináljunk semmi illegálisat a videóban, például amiatt, mert nincs rendszám a kocsin, vagy... Ez jó, okos, fontos dolgokat mond el a Barni amúgy. Mert nem működik. Tiszta a videó, teljesen tiszta. Gyors disclaimer, tisztában vagyunk azzal mind a hárman, hogy mindenki a saját pénzszerzőhöz tudja mérni azt, hogy milyen autót vesz. Hogyha nem szeretnénk átmenni egy ilyen proli stílusba... Tessék! Ki van helyesbítve? Itt a korrekció, amit az előbb kedves Krenyó, vagy Krenyúsz, nem tudom ki mondott. Tessék, hát a srácok azok intelligensek. Na, ők azért tudják, hogy tessék, ott van. Igen, Krunyec volt. Na, tessék. De ez a Barni miért mosolyog folyamat? Hát mert attól szexibb a videóban Barni. Viszont nézzük meg azt, hogy 50 ezer forintért mi jelenleg a legolcsóbb. De azt nézem, hogy Barni is ezen a helyzén úgy őszül, mint én, hogy itt oldalt. Oldalt, amikor így kinő hosszabbra a haja. Használt autó Magyarországon. Na srácok, itt van a legolcsóbb kocsi, amit használt autón találtunk. Nagyon rendesek voltak egyébként az eladók, ugyanis kihoztak minket egy placra. Úgyhogy itt fogjuk letesztelni a kocsit. Nézzük meg, egyébként egy Opel Corzáról van szó. Opa, téli gumiszettel! Nem tudom. Nem szervus. Oh, téli gumiszett. Nem szervus, oké. Okay. Pont az kell oda. Ez nem az ő pénzük volt, ez a ti pénzetek, srácok. Ne! Már fogom! De már meg! Fogom, mondjad! Van hátul három darab gumink, pótgumink, pótkerekünk, és ez a csomagtartó. Jó. Aki nem látott volna Opel Corzát lestrapálva, oh yeah. Skodát kellett volna venni, egy régi 120-as. Lehajtjuk. Az még ilyen retro feelingbe benne is van. Még a Corza is már. 20 centis tesz meg volt. Hátsó ajtók. Itt... Ez működik. De ilyen amúgy nagyon retro feelingje van. De... Retro? Csak dzsuvás, basszus. Hát nyilván rendbe lehetne hozni ezt is. Mondjuk ha rendbe hozták, hogy ügyötták volna vissza, az még menőbb lett volna. Nem retro, de az a durva, hogy ennyi éves és működik. Ez nem jön. Egyébként esküszöm, hogyha nem lenne koszos, akkor sokkal többen el lehetne adni. Igen. Ez csak egy porció. Hát, meg egy detailing. Hát de nézd, itt voltak szerintem a mély hangszórók, szerintem az annak a helye? Nem ez a pohártartó. Ja, igen. Beülünk előre. Ja, tök fura volt, ugye kuplunk van még. Nem, hirtelen féket nyomtam és... Jaj, de hülye vagy. Ja, mert hogy nem automata váltós. Még ebbe kuplunk van, bazeg, ez egy ilyen őskorszaki szekér. Hát, kuplunk. Itt a rádió. Bár benyom a Balázsék. Na, most minket nyom belé, ki. Az másik a téma. Ez utólagos rákeverés, I see. Na, ez van belülről. Kesztyű tartó, srácok. Full jó. Na! Hoppá! Hoppá! Ott a poháta! Hoppá! Irány a McDrive! Amúgy ez praktikus. Ez ilyet praktikus. Még nem láttam. És nézd leveleket is, adok hozzá. Ez mi az a csótány? Ahhoz képest szerintem jó állapotban ne, van. Ne, ez nagyon jó állapotban van. Visszapillantó? Nem. Visszapillantó tükör. Az nem visszapillantó, nem? Az csak egy tükör. Tükör. Na mindegy, hagyjuk. Ne kössünk bele! Jó ez! Ez kell! Ez itt kiszakad. Vigyázz a kocsimra, légy szép. Kicsit olyan nekem az a videó, mint akkor a Farkas Timi bemutatta az új autóját, hogy így bemutatta, hogy egy kocsiban milyen dolgok vannak, oké, itt most ez a retkesebb. Most mi ebben a pláne? Tényleg mi ebben a pláne?
Miért érdekes ez a videó? Mert a Barney van benne, meg az Ábel? Lehet. Lehet, hogy ezért érdekes. Na igen. Figyelj, a tükröt tudod állítani. Ne hülyéskedj már, hogy így tudod. Tükröt így tudod? Hát nem ilyen régi kocsikban ilyen volt. Besza behú. Nem. Te ezek mikor születtek? Hogy ez nekik új? Ez nekik... Wow! Hogy egy... így lehetett állítani a tükröt manuálisan. Basszeg. Wow. Volt ilyen kocsi? Nekem volt ilyen nekem kocsi? Nem volt. Nekem nem. Kuplungot nyom le. Bár, te súlytalan fasz vagy. Az is vagyok, persze. Játsszak muzsikát, mindjárt elindítom. Csak el kell indulniuk. Nem indul be. Nem, csak nem ad fényeket. Bum, bum, bum. Várjál. Figyeld. Hallgassuk meg a hangját. Nyomj egy kis. Megyünk ezerre. Barnékkal egy körre, mit szóltok hozzá? Bábel a Holdról jött? Nem a Holdról, a Föld alól. Na most a Tesla King. Miért mennek? Ó-ho-ho! Ho-ho-ho! Gyerünk Barney, told meg! Told meg! Na, mentünk egy nagy kör az Opel Corsával. Az ország legolcsóbb használt autója, srácok, így gurul! Nagyon gurul! Hát, óriási! Óriási. Hát figyelj, gurultunk egyet az Opel Corsával. Ez egy tökéletes videó volt, megy a like. A Cringebait csatornáról megy a like. Ez annyira tetszett. Barney, Kettner úr és az Ábel úr is nagyon beletettétek most. Igazából az ötlet valamennyire oké volt. Na ez baj, ez nagyon nagy baj. Gyerekek, ez iszonyat nagy baj. Nagy-nagy baj. Nagy-nagy baj volt. Nem tudom, szerintem csak szimplán nem volt érdekes, mint oly sokszor gondolom. Az, hogy filmezték le, meg mi történt, nem tudom. Ez legalább nem külföldről volt lopva Barney. Tehát ez is valami. Végül is. Meg hát sokan megnézik, szóval az biztos király. Nem tudom. Azt csak az hiányzott belőle, hogy így ilyen... Szóval igen, igen, pontosan ezt az úszítást láttam, hogy egyáltalán nem konstruktív az a kritika, hanem már... az egy merő szánalom. Merő szánalom? Köszi, Ekigé. Szóval, hogy olyan elmondtam én ezt. Az én véleményem, személyes véleményem, szubjektív személyes véleményem, hogy akkor lenne ez így szórakoztató magában, hogyha vagy eszméletlenül jól lenne lefilmezve, amihez néha ők közel járnak, hát nem annyira, de mindegy. Szóval nem 5K-ban van lefilmezve, hogyha kicsit mint a Kresszernél, de ott is aztán ugye tévedtem, mert hát nagyon sok személyiség volt benne. Egyébként az ügyesen volt lefilmezve a Kresszeré, vagy megcsinálva. Ja, nem tudom, nekem így lehet, hogy tényleg trió podcastokat kéne hallgatnom, hogy így átjönnek az ő belső vicceik, meg ilyen humoruk, meg összeszólálkozások, csak az enyém nem ilyen. Nem egy rugóra jár az vagyunk, nekem ez túl snassz, vagy nem vicces, vagy... Nem szórakoztató. Ennyi. Nagyjából ezt tudom elmondani. Még jó videó is lehetett volna. Hát, nem, annyira nem tudom, hogy mi lehetett volna olyan fasza benne. Na mindegy. Van még videónk, srácok. Hoppá. Van még egy... The VR Tech. Én nem fogok itt disdizni, jó? Én csak megnézem ezt a videót, amennyire megbírom nézni. És hát aztán kiderül, hogy egy tech csatorna Magyarországon mire képes. Na menjem. Ja, várj, itt van valami. Bár unfair vagy, nem is nézted végig a videót. Hát, kösz. Mi az volt a cél?
Jutatják magukat mekkora jótét lelkek, amit visszahagyták a kocsit, közben nekik sokkal nagyobb macera és plusz pénz leadni egy roncstelepen, vagy ténylegesen felújítani. Hát akartak egy videót csinálni, ennyi most. Ezért én nem fogom őket kárhozatra ítélni. A nagy videós nem érzi a kémiát, a még nagyobb videósokkal. Ez van, Kálmán. Pontosan ez van. Na, ez van. Így is van. Szavasz, kollégegej! Na, akkor nézzük! Pisti, kicsit ki van. Egy kicsit ki van fáradó, úgy tűnik. Csak hallgatnád a podcastot, jöhetnád, Harry... Nem, nem kell nekem Harry ágyik az arcomban. Képzel, milyen régóta akarom ezt... El sem tudjátok képzelni, milyen régóta akarom ezt megmutatni nektek. El se tudjuk képzelni, milyen régóta? Hát jó. Mert már nagyon régóta. Erős kezdés, energiák tényleg. Fenn a dombtetőn. A dugdosban rejtegetjük. Biztos hallottátok már egy... Biztos hallottátok már. Egy reggeli műsorban, vagy egyéb helyen, hogy én amúgy nagyon szeretem a Nerf-öt és a Nerf pisztoly per puskákat. És ugye a klasszikus cuccok azok is... Te neked mi nem hype, Pisti, ami ilyen mainstream dolog? Mármint biztos, hogy sok olyan dolog van. Nem ismerem a Pistit meg, aki imádja a VR-t, az most engem biztos nagyon nem fog kedvelni. De hát oké, kicsit azt érzem, hogy minden túl van itt lőve. Mindig is ezt éreztem. Ismerősek mindenkinek, legalábbis. Lemaradtam a streamről, csak jöttem beköszönni, hogy csinálj csütörtököt kívánni. Kösz szépen, Hablancs! Szerintem, ami még ezeket a klasszik Nerf dartokat lövöldözte, ebből egyébként több verzió is van már, és a Nerfnek több verziós lövedéke is van, és mindenféle, én ezekkel nyomattam, nagyon szerettem velük hülyeskedni, és itt bent a stúdióban is tartok egyet már nagyon-nagyon régóta. Viszont nem annyira nagyon-nagyon régóta. Önvédelmi célból. Igen, de elég régen ahhoz, hogy türelmetlenné váljak. Megjelent a Nerf. Kedvenc koboldod. A Rival sorozata, amire nagyon gyorsan rá akartam repülni, és egyébként egy idő után a srácok is, amik megúj... Ez nem ilyen, mit tudom én, 5-től 12 éves korig ajánlott cuccam úgy? Tehát a Nerf Gun-t azt így milyen életkortól ajánlják? Ezt kíváncsi vagyok. Nerf Gun age range... 3 éves kortól? Most itt azt írja, 8 éves kortól. Oké, okay. Mindegy. Újtották. Kicsit nekem olyan, mint hogyha a Lego helyett duplóznál, de mindegy. Hát most mennyivel maszkulinabb lenne igazi fegyverrel lőni, de hát azt lehet, hogy nem akarja az irodába hordani. Valószínűleg a Pisti sem. A Nerfnek egy bizonyos szegmensét, mert megváltoztatták a lövedéket ebben a Rival sorozatban. Fortnite skint kéne rá szerezni, Pisti. Zenó, köszi szépen a 100 darab itet! Ha van idő, a videó után megnézzük a Skiton új 1 perces videóját. Figyelj, Kálmán megtalálja, akkor hogy nem. És most már golyó a lövedék. Igazából, ha jól akarunk fogalmazni, akkor ez High Impact Roundnak hívják ezt a kis cuccot. És ez egy ilyen... Magas hatásfokú löveg! Lövedék! Úgy szivacs, tehát nem haltok bele, hogyha meglévitek egy... Az öreg pityko? Egymást, na, ő megmondja, hogyan kell kilőni azt a Nerf Gun? Nagy, tehát... Azt a Nerf golyót? Összehasonlítjátok egy dárttal, akkor... Fú, de tudományosak vagyunk. Végülis ez egy tech csatorna, szóval hát... Látok, hogy elég puffancs, hogyha azt nézzük, és ilyen kis picikis gödröcskék vannak. Oké, kösz szépen. Beteszem. Benne. De nem csak annyiban változott meg. A Skiton az mindig rossz, ne aggódj, Csongi. A Nerf. Rival, hogy golyót lő dárt helyett. Most itt lesz unboxing, vagy nem? Mert azt várom. Hanem egy nagyon speckó kis ötlettel, amit egyébként egy modból nyúltak le, amit egy felhasználó csinált, de ez már nem nyilvános, mert nyilván... Meg tudták oldani azt... Hajni, te ilyen izét vegyél, ilyen minigánt, ami egyszerre egy perc alatt ki tud lőni 100 golyót, hogy a macskák tudják összeszedni. Hogy lehessen... kanyarba lőni? Hogy te ezt... Jó. Van eléget az szó? Persze, hogy van. A Csubinak is olyan puskája van. Az a... Milyen blaster? Meg a... Van az a Star Wars-os játék, amiben négy... nem Stormtrooper-re, Clone Trooper-re kell menni. Mi ennek a neve? Ricochet, nem? Anál Blaster. Haladunk azzal a módszerrel, amit a nézők mindig is értettek. Láttatok a Vantit című filmet? Ugye, hogy így kanyarba lőni. Aha, azt hittem, hogy visszapattintani kell, de nem. Hoppáom, és fordulok, olyan hülye vagy, hol van ilyen? Itt. Húha. Kimegyünk a terepre? De Ellie! Oh my gosh! Such excitement! Most egy kicsit izgatott lettem, nézzük akkor. Ez most jónak tűnik. Szépek ezek a vágóképek.
Miért kell minden 10 másodpercben megállítani? Hát az, hogy írj egy kommentet, haver. Úristen, a vámpír fut el! Lőjük le egy műanyag lövedékkel azonnal! Ó ne! Meg fog halni! Bim bum! Csit csat! Ez mi volt? Ez az eredeti trailerre volt talán? Ha hiszitek, hanem tényleg... Ez az eredeti trailer lehetett, oké. Tényleg megoldották. Vagy nem, mert magyar volt benne a cégér, szóval azt ők csináltak akkor? Vagy ez mi? Na, akkor ilyen a vantéres géppittyót. Azt szeretné hajni? Jó van. Érdekesség, a Midbusters-ben bizonyították, hogy nem lehet kanyart lőni. Egy pisztolya? Jaj már, az a Midbusters. És egyébként mondom, még egyszer egy felhasználó modifikálta. Van vele pisztoly, ezt tesztelgetjük már egy jó ideje a srácokkal. Elképzelem, amikor így reggeli közben tesztelgetik. Nem volt türelmünk megvárni. De mutasd már segged, Jani! Hadd lőjek egy kicsit rá! Erről majd mindjárt beszélek. Kanyarból lövöm, ne aggódj! A mai videó tárgya viszont a puska, amit már hónapok óta nem bonthattam ki, de most végre megnézzük, hogy milyen. Szóval, még mielőtt a puskához hozzányúlunk, annyit kell tudni, hogy a pisztoly esetében ez is egy felhúzós mechanikán működő cucc. Ez szép nagy tompor, vagy potroh, bocsánat, ezt nem tudtam megállni. Előre ugrik a kis cső, beteszitek a golyót, bezárjátok a cuccot, és lőttök vele egyet egyenesen. Tele volt a szekrény. Ferdén tudjunk lőni, nem tudom, hogy hívjam ezt magyarul. Az, hogy ferdén tudjunk lőni, most egyenesen lövünk, el tudjuk fordítani a csövet, hogy most balra kanyarodjon, el tudjuk fordítani a csövet, hogy most jobbra kanyarodjon, nektek nyilván fordítva, és el tudjuk fordítani úgy, hogy lefelé. Tehát, hogyha valaki fedezzék mögé búvik, akkor ezzel elméletileg meg tudjuk lőni. Annyi a lényege egyébként, hogy ezen a csövön keresztül távozik a kis golyócska. Erre nem gondoltam, erre szerintem senki nem gondolt. What a surprise! A kis domború felületével együtt, és ha megfigyelitek, itt fent van benne egy ilyen kis csíknyi kis gumi. Csíkocska. Ami ahogy fordítjátok, úgy változik, hogy éppen hol van. És ahogy jön ki a lövedék, vagy a golyó, mert ez tényleg golyó, ugye ez a kis gumi azon az oldalon éppen éri, így megakasztja ugye a szélét, és ettől egy perdület keletkezik benne, tehát ettől csavarodik meg, mint a gép, mint egy focilabda, amit ugye megrúgnak, és... A szép egyenes volt. Hogy mint arra? Effekt következik, és ugye ez a kis pöcök... Hát de jó, az egy szivacslabda, vagy nem tudom mi, hát műanyag nyilván. Hát... Most egy igazi töltény az... Hogy hagyjuk is. Ez most nerf. Ugye egy perdítést rak bele, és ezzel kapjuk el... És minél meg kell fordítani, hogy 30 éves ne játsz óvodásoknak való játékokkal. Hát figyelj, egyébként ez most olyan, hogy én most elején elmondtam, hogy hány éves kortól lehet ezzel játszani. Az nem jelent semmit, mert egy pokémonos játéka is lehet 4 éves kortól játszani. Az, hogy ő ezt szereti, meg izgalomba jön tőle, az Pistinek, meg az ő barátainak a személyes hobbija, meg interestje, ezzel nincs semmi baj. Valaki ezt gáznak gondolhatja, én nem gondolom ezt annak. A kanyarlövés effektet. Annyit tudni kell, hogy ez viszonylag hosszú távon működik. Tehát nem azt kell elképzelni, hogyha én most így rátok tartom ezt a fegyvert, akkor én nem fogom eltalálni a kamerát ezzel. Egy jó pár méter után kezd el úgymond kanyarodni a kis golyó, tehát ezt tudni kell róla. Egyébként, és természetesen a pisztolyjal is nagyon jól működik. Hát csak érted, kiszámíthatatlan a pályája, mert most oké, ellövi így, de hát most mit találsz el vele, meg ez egy szivacs golyó, bro. Bánó is pokémonozott, dehogy is, Bánó sose pokémonozott. Miről beszélsz? Azt se tudom, mi nagyon az. Figyeljetek, mert hogyha úgy felhúztátok, mint én, akkor automatikusan el lehet sütni. Mert nagyon érzékeny a elsütő billentyű. Hallhattátok azt egyébként, hogy a szobok... Elsütő billentyű. What? Hello! Szia, Ádám Szenttornyai! Szóval mekkorát csattant ez a téma. Erre majd rátérünk, mert ez is egy nagyon érdekes dolog. De a mellébeszélést félrerakva, nézzük a puskát. Ez a fegyver a... Okay, here we go. Finally, we are going to unbox this precision battling curve shot side swipe XX1212 high impact rounds nerf rival gun. Yes. Side swipe. XXI 1200-as névre hallgató. I said it much much better, my friend. Én nagyfater sokszor lebaszott, hogy a róka ravasz mi? Hogy a róka ravasz nem az elsütő billentyű. Assault Rifle sorozat, ami nagyon sokban különbözik a pisztolytól, vagy akár a hatlöveti pisztolytól, stb. Mert ez már egy tár... Ja, mert billeg.
a billentyű is billeg. És a ravasz az csak egy ilyen pornép által használt szó. I see. Ma is tanultam valamit. Megoldás, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog működni. A doboz miket ígér nekünk, nagyon-nagyon érdekesek. Ugye magán a dobozon látjuk ugye a fegyvert, mutatják ezt a funkciót, hogy hogyan lehet ugye elfordítani a csövet, hogy hogyan tudjunk felnél lőni. Itt látszik, hogy ugye tud balra kanyarodni, jobbra kanyarodni a lövedék, egyenesen lőni, és lefelé ívelni, ahogy elmondtam. Hát felső korhatár semmiben nincs, max alsó korhatáron, az így van. Ugye ez a nagy poénja, curve your shot, bolt action puskáról beszélünk, tehát fel kell húznunk. Ambidextrous bolt, ezt ígérik nekünk, ami gondolom azt jelenti, de majd ha kibontjuk, kiderül, hogy mindkét oldalról van bolt, tehát hogyha bal vagy jobbkezesek vagytok, akkor sem kell keresztbe nyúlni, mint a régi játékokban. Includes 12 rounds, tehát 12 lövedék van benne, a pisztolyhoz képest, amiben csak 5 van egyébként. De most azért van ilyen sok, mert nem egy ilyenünk van. De mindegy. Óriási lehet ezzel egymásra lőni, nem? 2 méterről. Na ez nekem az a része, ami már így, oké. Az király, hogy van egy ilyen, és nem tudom, lövöldöző sörös dobozokra, de hogy így, nem tudom. Irodában biztos más, mert ott fánabb ez. De azért védőszemüveget biztos fel kell venni. Nehogy szemelőj valakit egy vattagombóccal. Bár nem tudom, mennyire fáj ez, hogyha fáj egyáltalán. 12 sideload magazine. Tehát van tára, amit oldalról lehet betölteni. Ezt ígéri nekünk a doboz, illetve van egy érdekes információ hátul, ami itt elől jó nagyba is ki van írva, ami annyit tesz, hogy 90 FPS-t ígérnek erre a rendszerre. Ami azt jelenti, ez nem az az FPS. Hát ezt gondoltuk, mert nem tudom mi ez. Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy a való élet is framerate függő. Ez feet per second, tehát az azt jelenti, hogy 90 láb. Ez nem kritika, Sanyi. Ez nem egy kritika, hogy mi ezt a videót nézzük. Mi nézzük ezt a videót. Én megnézem ezt a videót. Ti is megnézitek ezt a videót. Én nem azért vagyok itt, hogy itt kritizálják. Azért vagyok itt, hogy kínosan érezzem magam, hogyha kínosan akarom. De most nem érzem szóval magam igen, kínosan. Igen, pontosan ezt az úszítást láttam, hogy egyáltalán igen. Nem konstruktív az a kritika, hanem ez egy merő szándék. Videózás szempontjából most mit kritizáljak itt? Lehetne, de itt ezen nincs semmi. Az, hogy ez egy hobbi, meg egy ilyen érdeklődési kör, annak megvan a maga, már, hogy mondjam, szépsége. Megvan a maga szépsége, nem tudom. Én ilyen Nerf Gun dolg, engem nem érdekel sose. Mondjuk a rendes fegyveres lövés, az egyszer majdnem elmentem, de végül nem jött össze. Az valamennyire érdekel, de nem ilyen militarista dolgokat annyira nem adok. Azt, hogy az irodában ezzel lövöldözünk, vagy éppen biliárdozunk, vagy csocsózunk, hát mindenkinek más, kinek a pap, kinek a disdi. Ez valószínűleg így van. Azt, hogy mennyire tudományosan van ez bemutatva is, hát gondolom én az átlag korosztály, aki a VR-t nézi, azok nem 12 évesek, vagy a fene tudja, de hogy ja, miért ne népszerűsíthetnének egy vattalövő pisztolyt? Hát most miért ne? Igazából. Per másodperccel megy a lövedik. Ez a 90 láb per másodperc, ez egyébként egy ilyen 27,5 méter per szekundum, ami gondolom sokatoknak mindig nem jelent túlságosan sokat, átvált vagyok 98 km per órás sebesség, azzal lövi ki a cuccat, ezt egyébként... KPH? Én nem tudom, de nyilván nem tudjuk lemérni pontosan, hogy ezt tudja a fegyver. Nézzük a Dezső Bence interjút. Jó, hát köszönjük szépen! We did watch it and it was very refreshing, okay, and they are going to shoot it from everywhere. Jó, hát akkor nézzük meg gyorsan a Sipi vallatot, jó? Nincs sok időnk, úgyhogy meg kell nézni. Sipi vallat. Ez a Kreator TV-n van fel? Na ez baj, ez nagyon nagy baj. Gyerekek, ez iszonyat nagy baj. Nézzük akkor a Kreator TV-s verziót. Már nincs más verzió, úgy tűnik. Lehet, hogy Sipinek a saját csatornán is fel van, ha van ilyen. Szevasztok a kamerák! Srácok, én Sipi vagyok, és ez pedig itt a Sipi vallat. Én Sipi vagyok, és ez pedig itten a mellszőröm, és a kalapácsom. A mai napon pedig... Na, kezdődik a kringé. Egy olyan Sepsiszentgyörgyi fiatalembert faggatunk majd, aki eszféletlenül befutott... Ja, nem, az egy tetko, azt hittem, hogy mellszőr, sorry. Lett itt Magyarország. Igen, kalapácsa az a kocsikulcs, nem tudtad? Az ilyen új autóban már kalapáccsal kell menni. Azzal vezetsz, persze. Beteszed így a kuplung mellé, és akkor elfordítod, és akkor elindul az autó. Ki is ő? Mindjárt meglátjátok. Viszont egyébként nálam annyira durva harci helyzet van otthon a sok buli miatt, hogy nem volt időm rendet rakni, ezért megkértem, hogy hagyj forgassunk nála, itt az ő kis stúdiójában. Úgyhogy át is hoztam mindenféle díszítő elemet. Nézzétek, itt vagyok. Az igen. Wow. Wow.
Az, hogy ilyened van, már az nagyon kringé. De az, hogy átviszed másnak, és egy videóba is beleteszed, sipi, vallatos, Valentine's logós ilyen üveg, keret, kép. Ekkora brand lenne a sipi vallat, ami a Creator TV-n fut? Shit. Viszont valaki segítse már. Bence! És még világít is. Bence! Látom, jó van. Szevasz! Na, mi a helyzet? Figyelj! Tudnál nekem segíteni egy kicsit? A kábeleket légy szíves, nagyjából fogd meg. Hátulról. Csak nehogy megtörjenek. Szevaszó, Patrik! Nem világít olyan szépen a fejem. Minek hoztad egyáltalán? Na, tényleg kábelre vigyázz, légy szíves, nehogy megtörjön. Oké. Érezd magadokkal. Gyere, ezt pakoljuk. Oda is rakhatjuk majd a cuccot. Aha. Rakjuk le. De ezt hova akarod rakni? Lehet, hogy elénekel egy Zambó Jimmy dalt, hogyha bekapcsolod. Fogalmam sincs. Mi a szar ez? Mármint, hogy így poénnak jó, ilyen gimmick, meg minden, de... My God, rohadt nagy is ráadásul. Hát én nem tudom, én arra gondoltam, hogy esetleg van már olyan szög, vagy ilyesmi, amire föl lehetne akasztani, vagy egy polc, akkor az tök jó lenne. Nincs. Bár... Nincs esély. Hoztam kalapácsot, szóval simán felszögelhetjük. Vezess körbe, léci, hol történik? Ezért biztos megéri, nem? Egy ilyen Creator TV-s projektér. Feltenni a falra sipi vallatot. Szóval egy olyan kérdésem lenne, hogy Török Ábelnek melyik videójában van a hülyapukám, amiből a... Fú, az egy Insta story volt. Ugye milyen menő rozzagon neked is kell egy? Utaljak neked egy kis pénzt, hogy vegyél egy ilyen sipi vallatos témát? Feltelted az ágyat felé. Erre történik a varázslat. Szerintem 100.000 forint biztos volt ez a cucc. Wow! Szóval mint egy ilyen gamer. Jó, azért ez akkor... De gamer szoba! Azt a mennyi Xbox van a falon, meg a PlayStation-t alig látni kifelé? A gamer szobában? Öcsém! Nem, ez az irodám. Itt szoktam felvenni, ahogy reagálok zenékre a neten. Nem akkora... A Dezső Bence 2-re. Kell, hogy ne jó rendben, add meg a számlaszámod, és már utalom is. Tehát nem a VR-éknál vagy haver, hogy wow! Tehát ez csak egy szoba. Igazából itt szoktam, hogy a videó... Na, ilyen szerényen kéne mindig, Bence. Aha. Semmi extra, csak ugye kellett. Oh shit! Ezek után te is minimum mindenhova magaddal viszed hónod alatt a kringékereket. Igen, felszögeljük majd Bandinak a gamer szobájába. Köszönöm szépen a 100 darabitet fülkékben, füzérben. Köszönöm szépen. Itt kreatorkodok, by Dezső. Hát egy olyan szoba, ami egyrészt nem otthon van. Nagyon fontos, mert ugye nem akarok otthon dolgozni már. De ennek közelen arra meg kell hozz, hogy mondjuk esetleg irítál. Hogy el akarok menekülni? Persze, hogy ránézel és egyből feszült vagy. Nagyon jó kérdés. A mellettünk lévő szoba az övé. Tehát alapvetően ő is itt van, nem tudunk elmenekülni, mert utána nem jön. Akkor ezért hívtál fel a múltkor nagyon dühösen, hogy kéne egy harmadik stúdió. Igen. És akkor... Amúgy ez így teljesen jó, hogy most mondjuk használták úgy a szobáját, hogy ő nem látszódik. Igen. Na gyere Bence, így, hogy körbevezettél a lakáson belül, most kérlek segíts nekem felszerelni akkor ezt a... Amúgy a felvezető szöveget meg akarom nézni. Ma Sipi nem akármilyen vendéget invitált meg a főzős műsorába. Dezső Bence lesz most terítéken. Szó lesz arról, hogy miért tűnt el mostanában a YouTube képernyők, illetve arról is beszélnek, hogy élte meg a felhalmozott kritikákat a könyvéről. Túléli sipi vallatását, Bence, nézd végig is megtud. Úristen, de retek ez a szöveg. Jézusom, annyira gagyi, annyira vérgagyi. De Sipinek ez a képe, tehát hogy ez élete kép, és ez a fej, ez a... Nagyon büdöset kakiltam ma reggel. De nagyon ízlik a szaga. Hát ez van, Sipi. Jó ez. Nagyon jó ez. Kis tacepáot! Na. Amikor ezt tudnotok kell, hogy a youtuberek híresen nem értenek a barkácsoláshoz. De ezt megnézzük. A youtuberek. Sájpáj, te értesz hozzá? Gyere, Bencén! Várj, megfogom. És akkor... Rebeka nem tud bejönni, úgy tűnik. Nem lesz benne a videóban, mert akkor hát az már sokba lenne. Ha Rebeka is benne lenne. Ott jelöld meg, léci. Hogy nagyjából hova verjük be, kicsit üss rá, azért, hogy látszódjon, kicsit üss rá. Jó, oké, ott tegyük, faszom, és akkor oda be kell ütni. Na Bence, hát köszönöm szépen, hogy segítettél nekem a szerelésben, amit egyébként nem sikerült véghez. És kirakták a Valentine's-t is. Hát úgy látszik, hogy a szponzort itt nagyon komolyan kell venni. Valentine's, az rendesen fektet Sipibe KP-t. De miért? Lehetség... Ezt a fejet, ezt most azonnal... Lehetséges egyébként, hogy megéri a Valentine's-nak? Hogy egy ilyen arza fektessen? Lenni egy másik megoldáshoz kell... Ettől jobban fogy a whisky kóla? A Corvin tetőn, vagy mi? Lehet folyamodnunk a tábla felhelyezésére, mert a fal...
kifogott rajtunk, mert olyan bitang erős, mint a Bence. Farizma. Hol? Na hát, igen. Nagyon viccelek. Úgyhogy tényleg köszönöm szépen a segítséget. Nincs mi. Kezdjük el az interjút, de mielőtt szóba elegyednénk, én töltök neked egy pohár kis viszkit. Van átom, figyelj, most már elmúlt dél, úgyhogy egyáltalán... Íj, magába inni, melegen, az milyen finom. Van már egy mappár youtuber fejekkel? Rengeteg, rengeteg fejem van. De igazából csak Discordra szoktam kitenni. Ott lehet megszeretgetni őket. Balinál nem sok rosszabb viszki, mert így magába hallod. Nem para ilyenkor hörpinteni egyet? Dehogy is, hát reggel van, miért ne kéne hörpinteni egy finomat. Jó, régen nagyon sok viszkit ittam. Régen? Gyerekkoromban még Erdélybe folyamatosan töltötték belém. Óvodába mentem, aztán mindig meg kellett húzni. Olyan? Aha, az volt a favorit. És így... A favorit? Nem mindegy, hogy milyen viszkit ittál? Viszkit ittam, az szeretett a legyen. Tisztán inni, vagy egyébként felszokod? Csak tisztán, tisztán! Dehogy is! Tisztán szeretem. Vöröset meg piszkosú szeretem. Tani. Nagyon sokan... Így is kell az, hogy... Belekötnek. Az a jó csiki viszki. Tisztán 23 évesen, de tisztán szeretem. Régen nem, amikor még 17-ben megismertelek egészségedre. Egészségedre. Öt kertes éjszakák, akkor ott azért... Öt kertes éjszakák. Az volt ám az igazi buli. Azok voltak ám a prémium esték, az öt kertben, amikor üttük a Belentán. Emlékszem, hogy kevertem masszívan, de utána az ilyen. Most már nem a kedvencem, ezért iszom. Így? Várj, ezt a fejet hadd nézzük már. Emlékszem, hogy kevertem masszívan, de utána az ilyen. Ez a Belentimes! A legkommerszebb viszk a világon, de jó! Most már nem a kedvencem, ezért iszom tiszta, mert nem iszok sokat belőle. De egyébként ezt így is kell, így szürcsölgetni, kortyolgatni, kevesen. Hát csak kicsit jobb piát, de nem gond. Nem gond. Hát nagyon jó íz. Ott alvos buli az öt kertben, simán. Kocsi marad. Nem Sipi vezet, tudod, hát az... Majd jön a sofőr. Sipi apukája természetes ellazulás híve, a helyi LB27 koncerten meg is kínált, úgy látszik a következő generáció inkább Belentánc választja. Nem hiszem amúgy. Próbálkoznak, de nem biztos. Hát hogyha elmentek egy átlag szórakozó helyre egy este, akárhol Pesten, akkor biztos, hogy vagy ez van, vagy Jim Beam. Vagy még Jack. Lehetes egyébként, úgyhogy... De kinek mi? Köszönjük szépen a Belentimes-nak! Igen. Na! Köszönjük szépen a Belentimes-nak! Oké. Okay. Az üvegnek köszönjük, hogy ihattunk belőle? Vagy a cégnek, hogy szponzorált minket? Olyan Bence is kapott? Ebből a fejből azt tudom leszűrni, hogy nem. Ebből pénzből nem kapott Bence, és ezért ilyen szomorú. Térjünk a tárgyra. Azt szeretném tudni, hogy hogy kezdted el ezt az egészet. Nem már! Ez egy ilyen béna interjú lesz? Atya úristen, Dezső Bencével havonta lehetne csinálni egy ilyen nagyon durva mély interjút, hogy Bence, most miért nincs egy hónapja videó a csatornádon? Hát figyelj, Sipi, megmondom neked őszintén, nagyon sokat iszok. Tényleg, rengeteget, keverem is. Nem megy már nekem ez, tényleg. Beülök oda a gamer szobába, aztán így nem gyűn az ihlet, nem. Láttam, hogy mindenki pakolgatja ki a 24 órás kívásokat, meg az ágy alatt alszom 24 óráig, de nem, nekem valahogy nem. Én valami jobbra készülök, valami nagyobbat szeretnék alkotni, valami komoly dolgot akarok letenni az asztalra, meg az ágy alá. Te, Sepsi Szentgyörgyi fiatalként, hogy csöpentél ebbe bele? Ugye először azt mondod... Nem mondod, hogy a legelejéről kezdjük. Hogy titkoltad a szüleid elől azt, hogy elkezdtél videózgatni. Igen. De amúgy te vagy az egyetlen, aki ki tudja mondani. Sepsi Szentgyörgy. Sepsi Szentgyörgy, amúgy nehéz kimondani. Ugye? Gyorsan. Sepsi Szentgyörgy. Én vagyok akkor a második, aki tudja mondani. Próbáld meg beleakad a nyelve minden. Próbáld meg gyorsan is. Sepsi Szentgyörgy. De többször egymás után. Sepsi Szentgyörgy, Sepsi Szentgyörgy. Á, nagyon nehéz. Szóval 15 éves voltam. Igen, ez cringe volt, nem kellett volna. És én még YouTube-ot sem nagyon nézegettem akkoriban. És valahogy felkeveredtem rá. Sipi vallat. Sipi vallat. Sipi felteszi a leg égetőbb kérdéseket Dezső Bencének, mert ő vallat, érted? Ez a műsor lényege. Ilyen puzséri magasságokba megyünk. Sipi kivallatja Dezső Bencét, hogy hogy kezdted a videózást? Nehéz kérdés. Nem mindenki tudna rá válaszolni. Erős, nem? Partizánban érzem, hogy én is bazd meg. Neki van szegezve a csáva a falnak. Kibaszták mellé a Sipi vallattáblát, most már aztán totál benne van. Nyakig van a lekvárban, Dezső Bence. Vajon hogy kapaszkodik ki belőle? Na most ez következik, nézzük. És láttam, hogy vannak ugye magyar videósok, és hogy létezik már ez a dolog. Nem voltak sokan, tehát páran, és nem is nézték annyian őket, mint manapság, nem volt annyi YouTube felhasználó. Nyilván idegen emberek, de hogy embereket szórakoztatok, és leírják, hogy mennyire tetszett nekik az a videó, amit én délután a súly után felvettem. De nem gondolod, hogy inkább
inkább a kínos dolgok jutnak rólad eszébe az embereknek, és egyáltalán nem is vagy szórakoztató. What the fuck? 180! Hajime! Na ez már ninja move volt, haver. Az a durva, hogy hogyha erre mind a ketten elrögik magukat, és így elbagatilizálják, meg elvicceskedik, akkor szomorú leszek, de hogyha beleáll, és Shippy tényleg vallatni fog, let's fucking go. Lehet, hogy ebben van. Elröhögik! Dehogy is, haver, csak viccelek, ugyan már imádlak! Hát minden videódat láttam, itt van ez a Belentimes, így áll még. Igen, csak hogy a kínos sztorikra visszacsatolva, nem volt még közönségem, és nem írtak még nekem e-maileket sem, de bejelentettem, hogy lehet rajongó e-maileket írni, és én válaszolok rájuk. Na. Senki nem írt, úgyhogy írtam magamnak, és beolvastam azt. Az very low, haver. Az nagyon lent van, kis pajtás. Egyébként ez ötletes. Ez baj. Ez nagyon nagy baj. Gyerekek, ez iszonyat nagy baj. Hát ez elég nagy baj. Én is arra gondoltam, hogy ha már Shippy vallat, akkor már bele is áll ebbe a vallatás dologba, de úgy látszik, hogy Shippy nem olyan jó detektív, mint amennyire én számítottam rá. Mikor jött az áttörés? Tehát milyen volt az első videó? Tessék, mikor jött az áttörés? Mikor érezted, hogy egy szexszimbólum lettél? Kedves Bence. Mondjuk, amit megnéztek sokan. Ha nincs iPhone-on, nem vagy menő címet kaptam. Ez egy ilyen társadalom kritika is, tele volt szarkazmussal, meg hát nyilván a saját hülyeségeimmel fűszereztem meg. Akkor miután elkezdtek felpörögni a számok, látod, hogy tényleg kíváncsiak rád az emberek, tudod már szórakoztatni őket, belecsöppentél a nagyvárosi életbe, lett egy gyönyörűbb szép barátnőd, ugye most már hány éve boldogítjátok egymást? Lassan 4. Wow! Közös lakás, ugye? Wow! Közös lakás, közös csatorna, közös pénz. Minden működik, az a lényeg. Dolgoztok együtt, ő is nagyon durván elkezdte tolni ezt a vonalat. Aha. Milyen a mostani életetek, illetve egy nagyon-nagyon fontos tényező, hogy bővült a kis párosotok egy gyermekkel úgy. Baszik. Shippy nem vallat, Shippy felszop. Ezek sikosító kérdések, pro. Hát így kérdeznek a köztévében is, meg a hírtévében. Meg a Echo TV-ből nem tudom mi lett. Hát pont így kérdeznek. Hát nem? És bővült a családotok egy gyermekkel, a kutyával, gazdák szülők lettetek. Mesélj erről kicsit nekünk, Bence, áradozz egy picikét. Most vallatlak éppen. Fú, bazzeg. Ohohoho. Mond? Ja tényleg, igen, a kutyával. Hát így igazából, figyelj, az elmúlt két hónapban nem videózok. Milyen az élet? Semmilyen. Ami rendkívül fontos, hogy a munkádnak az Te jól megválaszolta. Azt, amit kellett. Árnyoldalait egyébként nagyon Ki vagyok virulva, pedig nem is ittam. Jó kedvem van, miért lenne? Mondom, hogy mindjárt jön Rebecca új outfittel, hogy Dobival. Nem látják. Mesélj nekem arról, kérlek, hogy mi az, ami mondjuk negatívum a munkád kapcsán, mi az, ami fárasztó, mi az, ami a kreativitásodat megterheli. A kreativitásodat? Sister! What are we talking about? Seriously? Mindjárt nyakamba teszem a lábam. Inkább nézzük Pesti TV-t. Ja. Ott is kevésbé vagyok frusztrált, amikor azt nézem. Talán az a hátulütője, amire rájöttem az elmúlt két hónapban, hogy le kell állni, mert nem minden videósnál észlelhető ez, de nálam nagyon, hogyha nem állok le, akkor nagyon az énem kerül az előtérbe, aki videózik. Tehát én hajlamosabb vagyok a hétköznapokban is ez a jó, de... Érted, de akkor jó, ha már ilyen robotüzemmódra váltasz. Igen, az a baj. Szereplős ezt nagyon sokan nem értik, pedig ez egy nagyon nagy probléma szerintem a magyar YouTube-on, főleg nálam is. Lerakom a kamerát, és eltelik egy hét, meg másfél hét, és rájövök, hogy ja, hogy ilyen, amikor nincsen minden nap Eljó Dezső Bence vagyok, és rájössz, hogy amúgy te nem olyan vagy. De akkor miért csinálod? Miért nem vagy önmagad a videókban? Lehet, hogy azt még néznék is az emberek. Bence, ezen nem gondolkoztál még el? Pedig ezek tök fontos dolgok, amiket felvetettél. A saját gondolataid, a saját gondolatébresztő, hogy mondjam, tényeid, mértéked, amit te is már megtapasztaltál 23 évesen, ezekre kéne hallgatni, ezekre a hangokra a fejedben. Práh. Hogyha beléd állnak, akár most mondjuk megjelent egy könyved nem régen, igen, amiről hallottam, hogy azért sok ember bekostolt emiatt. Ezt hogy élted meg? Erről mindenki a mesélj. Megvan ez, amikor eltervezel a projektet, dolgozol rajta, kijön, és az internet nép az így megfogja, és így áll se gödröd, és így belerakják a földbe. Mire számítottál? Mire?
arra, hogy felmagasztalnak, hogy mekkora császár, hogy írtál egy könyvet a sikeres kudarcaidról? Bár lehet, hogy ő más látott bele, sőt, valószínűleg, csak hát aztán jött a valóság. Erről majd beszélünk kutya sétáltatás közben, mert ez is egy érdekesebb. Itt is eléggé sok mindenre rájöttem így most két hónap alatt. Hát figyelj, szerintem akkor ne fogjuk vissza magunkat, menjünk sétáltassuk. Menjünk sétáltassuk. Na hát, Bencém, kihoztuk Olit, a gyönyörű szép Dobberman kutyátokat sétálni. Mit lehet tudni róla, most mennyi idős? Hát ez kurvár, ez aztán a vallatás, bazeg. Kutyádról mit lehet tudni? Ez a sok kínos kérdés, nem? Ilyen, amikor tényleg vallatnak, amikor rád szegezik a lámpát, és így mondják, hogy megvan még az a kis lámpám? Figyelj, megvallatlak titeket. Tessék, itt van vala, ez a gomb. Na srácok, figyelj! Figyelj, most jól megvallatlak titeket. Szóval, mit ettél reggelire? Tojást? Kobásza? Valami keményebb kérdés kéne, jó? Szóval, mi volt az uzsonna? Mit tettél uzsonnára, mi? Na ez kínos lesz! Semmi? Jó. Akkor... Mi anyádnak a lánykori neve? Na, az biztos kurva kínos, biztos nagyon hülye neve van. Sepsi Szentgyörgyi neve van. Na? Na? Nem? Az se? Jó, akkor... van kutyád? Kutyád van? Na és annak mi a neve? Ja, hogy csak ilyen kutya neve van. Oké. Okay. Akkor hagyjuk. Akkor nem vallatlak tovább titeket. Most lett egy éves. Wow. De még nagyon kölyök egyébként. Látszik rajta, hogy még meg... kicsit csalinkázik. Igen, csalinkázik. Igen, tehát agyilag egy éves, de jó nagyot nőtt, nem? Te még... agyilag egy éves. Kiskorában láttad, akkor még bepisílt. Emlékszel, egy hotelben találkoztunk, és bepisílt a kutya. Ugye nemrég megjelent egy könyved. Igen, arról már beszéltetek. Nem sokat, de... cserébe semmi értelme nem volt megemlíteni. Na majd most! Nemrég megjelent egy könyved, ami azért elég nagy port kavart itt az online platformokon, többet is beléd álltak. Aha. Ez minek köszönhető? Te ezt hogy élted meg? Mik azok a durva kommentek, negatív kritikák, amik értek téged a könyvvel? Sipi. Sipi zseni. Sipi nagyon-nagyon felteszi a kérdéseket. Wow! A könyv... az mi az az emoji? Nem látom. Várjál. Ó, az a Bobby emoji. Érdekes a helyzet, mert van egy olyan kérdés, hogy miről szól, meg... nem fogják megemlíteni fókuszcsoportot, biztos vagyok benne. Miről kéne szólnia. Mert egy igen, látom, félrement a dolog az helyzetet. Rákattintott, vagy rávittem az egeret. Flexivel sétáltatni egy Dobberman, nézd a flexi. Ja, ez a kicsi póráz? Hát figyelj, egy éves agya van még, nem tud elfutni. Ugye, ahogy említettem neked, van egy projekted, dolgozol vele, kirakod a netre, és jönnek és eltapossák. Be szar, hát most akkor mire, most, ha jó lenne, nem taposnák. Máshogy értelmezték, mint amit ezzel te ki akartál fejezni? Nem értelmezték máshogy, úgy értelmezték, ahogy ez megíródott, és itt most nem a kiadót szeretném betámadni, mert ők nagyon segítőkészek voltak, nagyon profik voltak. Uh-huh. Itt szerintem velem volt a probléma, és erre... az korrekt. Na, végre. Egy őszinte gondolat. Már a második. Akkor jöttem rá, amikor ugye elkészítették rólam a videókat, mondom, jó, nincs igazuk. Válaszoltam erre az egészre. És lehet, hogy rosszul lépte föl? Abszolút rosszul kezeltem az egészet. És ugye most, hogy a két hónapot kihagytam, jöttem rá. Ja, hogy tényleg? Hogy... wow, tanulságos minden. Ha választani kéne, akkor... török Ábel, hogy Dezső Bence kutyája. Lát, szavazzatok, ha akartok. Hogy voltak nekem olyan erős mondataim a könyvben, amik egyébként szerintem most már nem is úgy vannak. Teszem itt ilyen kijelentések a mellemet verdes, hogy én vagyok a legjobb, és nem tudom mi. És érted, tehát félre ment elég sok minden ebbe a könyvbe. Kicsit büszkébb voltál magadra, mint kellett volna, nem? Elfogyott a szerénység belőled a könyvírás közben. De büszke vagyok rá, hogy megjelent egy könyvem tényleg, tehát... legyél is. Nagyon sok olyan dolog... legyél is, haver. Peace. Bro, szeretlek. Jó a könyve. Dolgot meséltem el az elmúlt nyolc... a Sipinek nincs véleményem úgy semmiről? Csak így felteszi ezeket az óriási nagy vallató kérdéseit? A cégben, amit el szeretném volna mesélni. Komoly detektív munkát végzel. Most az, hogy a körítés, vagy a mellékes fejezetek félrementek, van ilyen, sajnos. És ennek köze van ahhoz, hogy most leálltál ki? Ó, és török kábel kutyája nyert. Dóbiás. Akartál egy ilyen kis önismeretet? Persze. Időszakot éreztem is, hogy most tűz van, most nem akarok videózni, mert gyakorlatilag lehet, hogy csak a videós krém. Egy kis benzit a tűzre. Aha, a videós krém az rólam beszél. Mondom, leállok egy-két hétre, és azért lett egy-két hónap, mert közben elkezdtem rájönni, hogy ja, hogy én amúgy tényleg nem ilyen vagyok, és hogyha nincsen minden nap heteken keresztül, jó szevasztok, és akkor tényleg full chill vagyok, nem kattog ezen az olyan, meg tudod, mire jöttem rá?
hogy nem ez a világ közep, hogy videózok. Mert megpróbálok nem elszállni. Hát a... Megpróbálok nem elszállni. Inkább próbálj meg leszállni a földre, mert elszállni már sikerül. Soha, majd ne járkálj így, jó? Nem köszönsz már nekem. Na gyere barátom, menjünk vissza a házba. Eszünk még játszunk egy kis játékot, együnk mindenféle finomságot. Imádlak. Imádlak. Jól megvallattalak. Elérkeztünk a műsor végéhez, ahol egy nagyon durva játékon fogsz részt venni, aminek az a címe... Felelsz vagy nyelz? Felelsz vagy nyelz? Egyébként ezt tudnod kell, na ez baj, ez nagyon nagy baj. Ez nagyon nagy baj. Ez iszonyat nagy baj. Többek között ez is iszonyat nagy baj, így van. Egy díszítő elem itt az asztalon, van egy kis pacal előttünk, illetve egy disznó vese. Hát ez aztán kurvára érdekel minket, srácok. Meg a Skiton TV-t gyorsan malmozzuk végig. Jó estét kívánok! Oh my god! Amit készítek, próbálok a tökéletesre törekedni. Próbálok a csöcs tökéletességre törekedni. Oké, Skiton, látjuk, hogy itt van buli. Nem tudom, hogy mennyire zavarja önöket, hogy itt mások is laknak. Bár nem tudom, hogy kinek nagyobb a dekoltás, a csávónak a köldökégér. Jó, feleségemmel szeretnék aludni, itt meg nagy vírcsaft megy a buli. Megy a vírcsaft. Szól a Szokor Rádió a nappaliból. Ezt nem tudom én így eltűrni. Jó? Mi folyik itt mégis? Elnézést, lefogjuk akkor egy picit halkítani a zenét, csak hát átjöttek a barátnőm, mi? Kicsit iszogatunk, szingli partit tartunk, na, akkor lehalkítom majd. Aha. Szerintem egy mobilról szól a zenekőből. Na mindegy. Hát ez nem... Nem tudom, miért nem lehetett utólag rákeverni valami durvát. Na mindegy. Szingli parti, mi? Na várjanak csak. Színészkedés az még gyötrelmes itt. A srác részéről érzem, a csaj az egész normálisnak tűn. És a felesége? Homokot a sivatagba? Na, ígyuk meg, aztán üvegezzünk. Tchú. Szerintem ez még a pálinkának is jobb íze volt, mint ennek a videónak. Hát gyenge volt? Hát ez gyenge volt. Nem történt semmi. Miért történt volna bármi? Mire számítottatok? Ez Skiton? Skiton! Very cool! Oké, hát túléltük. Túléltük a mai estét is. Úgy néz ki, hogy mindenki tovább élheti ma is az életét, ami nagyon szuper dolog. És hát akkor a szokásos módon át fogunk szimpelni valahová. Mondjatok valakit. Van itt egy ilyen, hogy... Sofix, itt már voltunk, Melody Love, Gibbon, Gibbonnál is voltunk, meg van Lit Esport, hát ez nem annyira király, szóval van Paplovag, Ruben, Kis Ádám, hát nem tudom, Mókásra lehet, hogy mentünk már, Nyesti, mindenki gamer, A700-át, Marisra nem tudom, Maris bannolt, figyelj, mutatom. Így, ehhez Vine Go. Kell, yes, tudom, yes. Vine Goo. Valami bornyúlánk a cucc. Hát nem tudom, srácok. Lehetséges, hogy majd olyan rédet kell nyomni, ami senkinek nem jó. De nem tudom. Most itt tényleg gondolkozom. Nagy gondolkozásba estem. Kodihoz. Ott sem voltunk. Zsoltinál már voltunk. Jó, hát... Málnás Pite, nem. Annyira nem akarom. Margaréta lány, az kicsoda? Tessék. Várjál, mi? Élőbe megy? Itt nem megy élőbe semmi, úgy tűnik. Vagy csak én nem értem. Na mindegy, akkor viszont Just Chattingre. Not good. Itt van Dinci. Dincinek szimpeljetek inkább? Nem. Szerintem itt is voltunk már. Nem, itt még nem voltunk. Ez megy egy nagy durván csetelés. Miért bannolt Maris? Hát azért, mert egy merő szánalom vagyok, ezért.
Kittina, Chris Advice, Year Hunter, Nicole Edgirl. Tessék, ez élő. Ojj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 
menjen a 7 raid. Szóval következő kedden fogtok velem találkozni, majd a kringékedben, addig is holnap fog felkerülni az új Cringebait podcast, sok sikert kívánok a meghallgatásához nektek, legyen jó hétvégétek, vigyátok magatokra, és hát ne felejtek el a legfontosabb dolgot, vétek a ceteket, meg hát akkor rajzolgassunk egy vidámat. Úgy tűnik, hogy ez jó lesz. Na puszi, pacsi, sziasztok, vigyátok magatokra, hello! Na. Húha!